your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Végre van egy hazai közösségi applikáció, egy gasztro applikáció, gyerekek. Az a helyzet, hogy volt ez a taxis történet, hogy ugye ne taxival járjál, hanem magánszemélyekkel, arra csináltak egy alkalmazást, és ez meg kicsit átfordította egy magyar csapat, és azt mondta, hogy ha te otthon a kisgyerekednek főzöl valamit, mit szeret a kicsi? A kicsi? A sütőtőkrémet csirkehússal. Nagyon jó. Okay. Olyat nem főznék semmit. Mindent megeszik egyébként. Tehát, az insert. Az Instagramon meg is lehet nézni egyébként, hogy milyen szépen fejlődik. Így van. Az önt van egy friss kép az Instagramon erről. Így van. Ma megjelent az egyik bulvárlapban egy kép a piciről, nem sok látszik belőle, de megjelent, és ezért az Instagram közösségünk is kapott egy képet, mert ott nagyon hiányoltátok, hogy nagyon hiányoltátok, hogy nincs kép Noelről, úgyhogy menjetek az Instára, keressetek bennünket, tettem föl oda is egy képet, hogy bepótoljuk a hiányosságokat. A titok a sütőtök. Ha már egy bulvárlap kapott, akkor kapjanak a mi drága instás közönségeink is, vagy közönségünk is, úgyhogy instások irány ott van a kép. Na szóval... az a lényege, hogy te megcsinod a sütőtök pürét meg a csirkehúsit, és rájöttél, hogy sokat csináltál belőle. Ekkor te földobod erre az alkalmazásra, hogy gyerekek, 4 adag sütőtök püré és csirkemell gyönyörűen lesütve várja az új gazdáját. Én, aki regisztráltam erre a sztorira, azt mondom, hogy a kutya fáj, de ennék egy sütőtök pürét, már koppintok is, te azt mondod, hogy akkor mondod a címet, menjek át hozzád, kártyán keresztül megy a fizetés, tehát nem viszek készpénzt neked, az enyémről levonják, a tiédre jóváírják, én beülök hozzátok a nappaliba, vagy az étkezőben, és megesszük a sütőtök pürét, meg a csirkehús. Nem mondod komolyan, hogy van megosztás, ilyen. Jézus már. Étel megosztás, így hívják gyakorlatban, ha te, hogy jól főzöl, vagy rosszul főzöl, az tök mindegy, ha úgy érzed, hogy van fölösleged, és ezzel szeretnél meghívni másokat, akkor ezt mától megteheted. De jó. Vagy nem mától, de most már működik a, működik a történet. Ez tetszik, csak mondjuk az, hogy bent a nappalidba. Nem lehetne, itt tudom én kirakni egy kempingasztalt 2 székkel a ház elé, és akkor ott inkább. Hát ez az egyik érdekes. De hogy néz ez ki? Benne. Csinál Marika néni egy madártejet. Most nézzük meg, hogy néz ki. Marika néni használja ezt az applikációt. Marika néni föltölti, hogy van 8 wildling madártej. Igen. Gyertek, egyétek meg. Becsöngetek Marika nénihez, és azt mondom, igen, hogy csókolom, jöttem a madártejét. Nekem levonnak a kártyámról, Marika néninek jóváírják, kimeri egy 4 darab befőttes üvegbe nekem, vagy ott helyben megeszem, csókolommal elköszönök és elmegyek. Választhatsz, vihetsz is el szerintem, ad befőttes üveget Marika néni, azt ki kell fizetni, mert marha drága a befőttes üveg, de le is ülhetsz Marika néni asztalához, és ugye itt jön rögtön az első kérdés, hogy beengedsz-e gyakorlatilag vadidegen embereket a lakásodba. Mert nem ismered. Ebben nagyon sok kérdés van szerintem. Tehát én nem akarok itt nagyon-nagyon tényleg sznoboskodni, még nem tudom, de ez a bárki után bármit, bárhol, bárhogy megeszem, ez szerintem nagyon meleg. Értem, ez egy startup cég, nyilván jól csinálják, terjeszkednek, gondolom én. Tehát ez valószínűleg egy jól menő dolog lesz majd, meg hál' Isten magyar, meg támogatjuk őket. De azért ez, hogy van ez, hogy fölcsöngetek a 6-ra, és a valakinek a valamiét csak úgy én elviszem, és odaadom a gyereknek, nem látom, hogy készült, hogy milyen körömmel csinálta, hogy mi van a sütőjében, hogy van elmosogatva a dolog, hogy nyújt hozzá, belenyúlt az órába, amikor túrta a tésztát. Még mit tudom én, hát ugye akár ez étteremben is megtörtént nyilván, tehát ez bárhol megtörtént. De mégis azért Marika néni vaníliasodóját, aranyom, 8 adag vaníliasodó maradt az unokám, már nem kérte, de csináltam 300 forinti adagonként a Mastercard Adomra dobjál már át egy kis pénzt, azt vidd már el ezt a vaníliasodót. Másképp is, ha gondolom. És ugye egy dolgot felejtett közölni Marika nénő, kettő hete csinálta a vaníliasodót, és az unoka már nem akar többet enni. Így. Fogadjunk, hogy fönt vagy, és te már nyomod a izét. Nem vagyok fönt, de gondolkozom rajta. Jó hangzik. De valóban ez az első. Nálad szívesen, te csinálsz egy báránypofát, nem tudom, jázmin rizssel, rukkola salátával, akkor azért arról, hogy beindulok és megveszem. De kadlottéknál a negyediken van egy tojásos lecsó. De most két szelet kenyérrel. Mi van akkor, ha megjön az illető, megveszi, leül, megeszi, és nem akar elmenni? Igen. És ott te ül, és ül egy
vadidegen ember a kórházban, és azt mondom, ízlett az ebéd, kedves, igen, akkor 400 forint, ez kifizeti. És akkor elkezd nézelődni, azt mondja, itthon van, rákérdez, kicsit benéz még a hűtőbe, megmondom, hogy uram, megette, legyen szíves, távozz. Hát feltérképezi, elnézést, elmehetek kezet mosni, elmegy budira 10 percig, nem van a WC-be, kicsit rákapogsz, és nem tudod kirakni a lakásodból, és közben már sorok állnak, akik jönnének hozzád megenni a madárt. Vagy megeszed az ízét, az eperkrémleves, és aztán mondja, amikor már elfogyasztottad az utolsó cseppet is, hogy ugye milyen finom, pedig a múlt hétet csináltam, hogy kétszer felforraltam azóta, úgyhogy baja nem lehet semmi gond nincs. Most hogy adóznak? Mert a NAP szerintem már ugye már bejelentkezett 4 vaníliasodorra, 3 madárt tejre, hogy próbaevést rendeljen el, de hogy adózol? Bizonyos mennyiségig nem adózol? Hát most állítólag az van, még ugye nem tiszta a környezet, amiben működik a dolog, hogy állítólag 14 adag ételig. 14 adag. Na, 14. Mi? Naponta 14? Óránként 14? Egy héten 14? Ha? Mert hogyha azt mondod, hogy napi 14-et kiosztasz, és csak ad mondjuk egy főételél 1000 forintot elkérsz. Uh-huh. 1000 forint, az napi 14 ezer forint, ha minden csak hétköznap megcsinálod, az 300 ezer forint egy hónapban. És mennyi egy adag? Hát attól függ. Azt tette. Lehet, hogy nem romlott, oda rakod egy rohadt nagy tálba ízével 5 darab kanállal, akkor az most 5 adag? Hát az szabad áras. Vagy egy adag. Igen. Mi számít adagnak? Mennyi pénz? Mi van, ha én mondjuk elmegyek föl a negyedikre, ott ül mondjuk Ica néni, és megeszem az ő tojásos lecsóját, és a szalmonellás a tojás. Akkor mi van? Uh-huh. Akkor én visszamegyek Ica nénihez egy hét múlva, és brutálisat birkózunk a lépcsőházba, hát hogy bekerültem a kórházba. Nem mész, akkor mi fekszel? Két hét múlva fölnyelvált, hogy a mennyonyulok, felmegyek, és erre számunk, akkor kinek kiterel a felelősség? Hol jelented? Én szerintem ez nagyon meleg, jogos. Ez a valakinek a valamiért edd csak úgy meg, aki ezt csinálja, a gyerekek le a kalappal. Szóval, hogy ráadásként van egy felmérés, hogy a magyarországi ételmérgezések 65%-a, tehát a nagyobb része az a háztartásokban történik. Pont emiatt. Igen. Pont emiatt, mert ugye nem ismered a technológiát, nem tudod, hogy kint lehet-e még tartani a tojásos nokedlit, még egy órán keresztül ott maradhat-e a sütőben, vagy elteheted. Te azt fogod megvenni. Meleg. Azt fogod megvenni. Hát nem ellen, tehát azért ennél szerintem az embernek kicsit muszáj úgy igényesebbnek lennie, hogy ez a bárkitől bármit, ez szerintem nagyon meleg. Nyilván most ennek a rossz oldalát nézzük is, hogy nem akarjuk magát az applikáció gyártókat bántani, meg tök jó, hogy ezt csinálják, meg biztos ez egy jó kezdeményezés, csak racionálisan elgondolkodik az ember egy-két olyan kérdésen, ami ugye ilyenkor felmerül. Mi van, ha én nem engedem be, mert rossz külsei, akkor kiöntöm a levélbedobón az eperkrémlevest? Igen, hát megmondom a száját. Mennyit kér, hölgyem? Két adagot? Nem, és nem képzelni, hogy lesz egy ilyen kis ajtó, mint ahol a mintákat igen? adják le, meg az eredményt adják ki, mondjuk az STK-ban, amikor a vízeletet adod le. És akkor lesz egy ilyen kis ajtó, egy lecsukat, és akkor kirakod. Vagy mint amikor a raboknak adják be a kaját. Szerintem kávé ilyen lesz. Jó, vagy igen, tételezzük fel, hogy hozzám bejelent, én csináltam egy tepsi mágiarakást. Én igen. el akarom adni. És bejelentkezik hozzám valaki, hogy ő elvinne tőlem 2 adagot 1000 forintért. Rendben van. Csöngetnek, kinézek a kis kukucskálom, és azt látom, hogy 2 darab 4 ajtó szekrény kis tálkával. Hát szeretnék a mágiarakásért. Az egyiknek van a kezében egy feszítővas, tudod? Jöttek a mágiarakásért. Akkor kiadom neki majd, vagy lerakom az ajtó elé, vagy beengedem, igen. és azt mondom, végignézem, hogy megeszik a konyhában? Hát az a jobbik eset, ha elviszik, de ha azt mondja, hogy ez az applikáció azt nyújtja, hogy oda neked vendégül kell látnod, akkor nem mondhatod már azt, hogy ne jöjjön be. Jaj, elfogyott, mégis megette a gyerek. Haló, jöttünk a mágiarakásért. Nem, már elfogyott. Nézd ki, vagy rád! Ez nem olyan arany, ez de ennek csak a neve arany. Aranyat égszert átveszünk. Nálunk csak aranygaluska van. Nem, ez nem úgy gondolt. Tehát akkor vagy akkor elhitettem, hogy nem vagyok otthon? Vagy leengedem neki a negyedikről egy ilyen kis befőtes üvegbe az eperkrémleveset, hogy föl akar jönni, és nálam akarja megenni az eperkrémleveset. Bárkit az ember nem enged be a lakásába. De mi van? Tömeges betörések lesznek, úgy jöttem az eperkrémlevesért, és beengedi őket Marika néni, aki nyomja ezt az applikációt. Hát azért ez nagyon fura. De volt már ilyen korábban ezek a lakáséttermek? Az más a sztori. Hát illetve nem más. Nem, ugyanaz. Hát ugyanúgy oda mennek, hát ugyanúgy kajálnak meg. Persze, de ott sem tudod, hogy milyen körülmények között, milyen edényekbe, hogy főzi az ételt. Aha. Szépen persze, megterítenek, kiviszik, stb. Volt jó, már csak ilyen. Ott azért többen vagytok, van egy vacsora, olyan vendégeket hívsz meg. Igen, nem, igen, ez, igen, ez, 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 ez meg egy kicsit ilyen kifőzde feeling. Igen. Aha.
egy kicsit. Szóval azért ez, hát így elsőre elég furának tűnik. És ezt magyarok csinálják? Igen, magyar találmány, és ha jól tudom, akkor pont a észéből indult ki a taxis applikációból, vagy az ellentaxis applikációból, amiből szintén kiabálás van, és gyakorlatilag majdnem ugyanezek a szempontok miatt. Szóval, hogy tök érdekes, hogy az adózási szempont van, akkor ott ugye, gondolom, ugyanúgy értékelik a kaját, tehát én elmegyek hozzád, ugyanúgy értékelem, kitöltöm, igen. Csak ha mondjuk nekem ízlett a mákja rakás, én beraklak téged ötösre, de másnap fosok egy hetet. Akkor visszavonod. És én elmegyek, mert látom, hogy valaki 5 csillagot adott, de nem tudom, hogy utána a budin ült. Tehát szerintem ez életveszély. Ez életveszély valakinek valamiért, csak így váratlanul megenni. És akkor mondjuk, hogy elnézést, a sonkatekes nem csak pöndörödik a szinten. És ha már öten fekszetek a kórházban, ugyanattól a ízétől, sok a mágia rakástól, akkor majd oda fognak menni ahhoz, aki gyártotta, bekopogni? Vagy hol? Tehát, hogy hát az lesz. Hogy kinek a felelőssége? Igen, hogy hát mindenképpen jelzitek. A gyártó vagy a vendéglátó, tehát annak a felelőssége, aki azt a kaját adja, hogy számon kérhető, az már egy másik dolog. Szerintem bizonyos mennyiség alatt nem nagyon számon kérhető. Oké, és mit fogsz mondani? Bocsánat, ez itt egy magánlakás, ne haragudjon már. Hogy mi innen kaját elvittek. Ki vitt volna el? Ez az én konyhám. Hát jó, az lehet, hogy kártyára adatok alapján ott van, bizonyítják, tehát hogy az abban a formában megérkezett. Az nagyon jó, és azt fogjuk majd látni, hogy emberek esznek lépcsőházakban, tudod. Tehát, hogy nem érted hirtelen, hogy egy-két év múlva, amikor ez az applikáció elszabadul, akkor miért eszik ennyi ember lépcsőházban? Azért, mert mentek innen-onnan vásárolni. Én nem tudom. Picit furának tűnik ez így első. Igen, ez az ételmérgezés cucc, szerintem ez meredek. Hát el kell várni, hogy minden hő kezelve legyen. Tehát gyakorlatilag bármit veszel, azt flambírozva kell kérni. De tényleg megvan az a rész, amikor ott ül megeszi, és nem akar elmenni? Uh-huh. Tehát, hogy ott ült a ketten egy vadidegen emberre, tudod, a konyhában belakja a helyet. Jaj, de jó lesz! Csak lenőlnék ide a kanapéra egy órára. El is laknék itt magára. Egy jó presszót úgy meginnék, és akkor, hogy már megvetted, kifizetted, utaltak a kártya, megjött 400 forint mágyarakás, kicsit földobja a lábát, kér egy pohár vizet, és úgy azt érzed, mondjuk ott vagy te háziasszonyként, bejött hozzád egy pasi jelni, hogy nem akar elmenni, kicsit elkezd tirölni, kicsit körbenéz a lakásban. Mi 5 múlva úszik a Csillaci, megnézhetem? Nálunk kikapcsolták a jó pisztét száblatartozás miatt. Igen. Szóval, hogy a fenébe teszed ki? Hát nem tudom, fogalmam nincs. Itt a beengedésről ír valaki, hogy mindenki értékel mindenkit, tehát te, amikor fogadsz vendéget, akkor meg tudod nézni a vendég értékelését. Igen, is, persze. Hogy ő milyen? Nem kakil be. Hogy a vendégek is értékel, az jó. Így tehát van. Jön hozzám Lajos bácsi, és normálisan eszik, normálisan használja a budit. Kicsi inkontinencia van, már gyorsan végez, nem marad tejfölös a szája, jól fizet, hamar elmegy. Elolvasom a jellemzést, és akkor beengedem. Aha, tehát van a jó vendéglátó és a jó vendég jellemzés. Nagyon jó. Nagyon érdekes. Hát ez nem az én világom, de szerintem ez működik. Vagy ez működhet ez az applikáció. Meg maga ez a startup. Tehát ez jónak tűnik ebben a formában. Na, ha már arról beszéltünk, hogy... De azért megvan, amíg a Lajos bácsit például minős, a Lajos bácsit nagyon ugorjat, nagyon kedves, nagyon dicséri fel, és az anyádat, te még én ilyen jó, te hát rohadjam meg, ha a feleségem ilyen gulyást tudnak, még ma is vele vagyok, te hát. Azért az megvagyik az egészet. Megvagy a Viki, mondjuk vendégül lát tényleg egy ilyen Lajos bácsit, jövök haza a gyerekkel az óvodából, hónom alatt egy görög dinnye, tudod, sétálom be a lakásba, és azt látom, hogy egy ilyen tenyeres tarpas Lajos bácsi, ilyen pokrács gulyás, még nyelvette, adjon már még egy szelet kenyeret, de jó segge van, de alá tapakolni. 30 éve vagyok sarus a bábnál, de ilyet még az üzem, hogy egyszer lehet. Hát abba még egy sárc, a sárc, mit adj bele a gyereknek. Úgyse tudja meg rá. Ki vagy te vagy az Balázs? Jó, szeretem a műsorát. Ki az kis töké? Ki ezt valamit, kis herceg, tudod? És azt látod, hogy valaki zabál a konyhában. Nyugi, kifizettem rá, küldök még 400-at, eszem még egy adagot. Jó, egy hosszú kávét azért legyen, itt van a lakos, kicsit dúsítok. És így állnék a konyhában, tudod, és mondaná Viki, hogy jó, hát jumberezünk, hát csináljuk. Csináljuk mi, sok lett a mágia rakás, 4 szeletet el kellett adni. Hát azért... Te formás vagy, te Niki vagy, Niki vagy, mi van te? Na mondjuk ott már verekednék, aztán Beniképp fog meg a görög dinnyét, apá, és egy tigris bukpencsel így az asztalon mennék át, hogy azért kirakjam az embert. Igen, hát érdekes kérdéseket vetesz föl. Plusz a vállalkozók, akik még ebből élnek, megint ugyanúgy háboroghatnak, mint a taxisok, hogy te, hogyha egy éttermet nyitsz, vagy egy kifőzdét, akkor te ott az összes engedéllyel cseszekedsz, befizetsz mindent, az embereid itt elfizeted. Jön az ellenőrzés. Hol eszik meg a mágia lakást? Nyilván más. Az én eladok 2 táborsó főzéléket, az nem ugyanaz, mint amikor egy 60 asztalos étteremben főzök, nem? Biztos vagyok benne, hogy erre rá fognak menni.
néhányan így is. Mint ahogy a taxisok közül, azok, akik eddig fekete fuvaroztak, azok beszálltak az Uberbe egy csomóan. Hmm. Biztos vagyok benne, hogy lesz olyan lakásétterem, aki erre rá fog menni, és lesz 15 asztala. Nem. És valaki azt írja, töltött paprikát ne egyetek egykezű ember. Hát nem. Jogos felvetés. Hogy a Hogy csinálta? Ízlik az étkezés. Vajon mivel segített? Biztos vannak hallgatóink, ha már erre kanyarintottuk a témát, akiknek van olyan rokon, családtag, barát, aki megérkezik abba a bizonyos vendégségbe, nem akar elmenni, nem akar hazamenni. És amit nem van tudod üveg, aminek csavaros a kupakja, addig marad. Igen. Tehát hogyan szabadultok meg, hazamenni nem akaró, akkor vigyük ilyen irányú a témát, írjátok meg nekünk. Azt mondja, hogy nekem van egy barátom, aki némi alkohol elfogyasztása után csak annyit mond be, ha be akarja zárni a bulit, hogy elment az idő, és ha nem veszi a lapot a társaság, akkor megkérdezi, hogy mondjam ennél udvariasabban, hogy húzzatok haza. Geri azt szokta mondani, feküdjünk, mert mennének. Vendégküldő lehet az is, anya, ha már kimész, hozz be, légy szíves a gyógyszeremet, amit lefekvés előtt 20 perccel kell bevennem. Ezt Barna. Barna küldte nekünk. Igen, hát van az a vendég tényleg, akit baromi nehéz egyébként kitenni, akkor ezek a mondatok azért jól jöhetnek. De csak te lehetsz a hibás, mert ő jól érzi magát. Igen, érted? Hát jól érzi magát nálad. Túl jó a buli. Igen. Az anyósom egyszer belefutott, hogy a gyerekkel 3 órát monopolizott, azóta csak elkiabálom magam, hogy kisfiam, akarsz játszani a mamával? Ez jó. Ez jó. Igen. Jó, még az elindulós kávé, ugye? Azt én nagyon azt szeretem. Te vezetted be az országba. Azt én nagyon szeretem. Tehát az nálunk abszolút megy. Amikor már érzem, hogy meghal a buli, akkor én ezt így finoman bedobom. Főzhetek egy elindulós kávét valakinek, és akkor mindenkik finoman elkezded előcködni. Értik, veszik a lapot, és tudják, hogy az elindulós kávé azért nagyon, nagyon diplomás. De van, aki ilyen ráutal a magatartások a vendéglátó részéről. Volt egy kedves rokon a családban, aki rendkívül jól főzött, de nem annyira szeretett vendéglátani a rokonokat, és ő például azt csinálta, hogy nagyon gyorsan hozta be a következő ételt. Tehát, hogy az történt, hogy még nem is fejezted be az előzőt, már tolta oda az asztalra a következő tálat, meg a következő tálat, meg azt is, és gyakorlatilag egy ilyen vetésforgószerűen úgy kerültek fel az ételek, hogy a végén már 3-4 fajta étel volt az asztalon, csak egyél, aztán szedőzködj és menj végre haza. Hogy minél gyorsabban egyél, annál gyorsabban tudsz hazamenni, hogy egyél. Uh-huh. Van egy barátom, akinek a mizlik csomagolatok is. Negyed órája vagyunk itt, hova csomagolnánk? Nekem van egy barátom, akinek a nagyapja konkrétan, már meséltem, elővette az ágyneműt, amikor ott voltak a vendégek, és elkezdett nagyon látványosan a nappaliba megágyazni. Fogta a kis dunyháját, kirázta, leterítette, fogta a párnáját, többször összenyomta, megforgatta, letette az ágyba, és akkor a vendégek érezték, hogy nagypapa... Papa elszúnyogálnak. Papa menne feküdni. És ha arra nem veszed a lapot, akkor semmi. Igen, meg papa amikor megágyazott a nappaliba. A hálóinkben is egy kis szőkítő habbal a bajszá. Hajkötőbe. Persze, rád néz, rád kacsint, és kiveszi a fogadat. Balákám, te maradj még egy kacsint. A nagypapa hamar elhagyjuk aztán. Na jó, hol van. Oké, jó, minden esetre gyerekek, mondjuk el, drukkolunk ennek az alkalmazásnak, magyar dologról van szó, reméljük, hogy siker lesz, világsiker, nagyon sok magyar startup cég van, akik jól csinálják, ez egy jó alkalmazás lehet. Szerintem talán ismerve a magyar mentalitást, ez külföldön jobban működhet, mint Magyarországon, barátságosabbak, titottak az emberek, vendégszeretőbbek, bár a magyar is vendégszerető, de érdekes, hogy... Szerintem ennek külföldön van nagy jövője. De drukkolunk nekik természetesen. De eleinte tényleg menjetek biztosra. Menjetek el a Borbás Marcsihoz, menjetek el a Rákóczi Ferihez, a Kovács Lázárhoz. Így van. Hát, hogy ilyesmi a Búzasanyihoz, mert ott azért lehet sejteni, hogy nem lesz kéthetes van egy a sodó, amit már 3-szor forraltak. De ha én gluténérzékeny vagyok, mehetek a Búzához? Szerintem mindenki. Ez vigyázz, mert nálunk a Benni is, meg én is, meg a Viki is kicsit gluténérzékeny. Hát hogy menjek? Sanyi, ne arra, meghív a Sanyi vendégségbe. Balázskám, gyertek át, Sanyi, ne arra, hogy gluténérzékenyek vagyunk, hozzá nem. Hozzá sajnos nem tudunk át, de a Feréke szívesen van egy Sanyi, nem, ne arra. A nejem gluténérzékeny. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Hideg, meleg. Tegnap olyan viharba kerültünk a gyerekekkel. Hideg, meleg. És közben olyan brutális szivárványt láttunk, vihar? Hogy... Vihar? Hol? Uh-huh. Ott, amerre lakom, a Török Bálint környékén, olyan vihar volt, brutális eső fel. A szivárványt nem a gyerekkoriban láttad, a márka láttad. Csak megjelent. Meg,
minden szivárvány egy pici csoda, nem úgy érditek meg, amikor szivárványt láttok? De csodálatos. Olyan, valahogy olyan szép, mint ott egy pillanatra ott az univerzum megmutatna neked valamit. A kaput. Magából a kaput, hogy igen, egy csodálatban, hogy vannak csak, egyszer csak megjelenik egy szivárvány, és egy pillanatra így megállsz, fölnézel, és azt mondod, hogy ez ez valami földön túli dolog, nem emberi, de ez valami más. Az előtted a lévőnek a lökhárítójából pirosnál közben. Öregszem, ha én szivárványokat fotózok, de tényleg. Azonban, hogy te eddig is fotóztál szerintem. Tehát, hogy ezt nem kell azt mondani, hogy ezt most kezdted el. Hát én mindig meglátok egy szivárványt, és megürülök, és egyszer lefotózom. Gyönyörű képek lehetnek. Nem tudom, valahogy megérintenek a szivárványok. De lehet, hogy öregszem, nem? Nem, ez egy elfolytott dolog benned. Mi? Ja, be! Ja, adjál már az egy ilyen! Ha lennék szivárvány klub, olyan szívesen lejárnék, és végre fölvettem a magas sarkumat is. Te hülye állat! Hogy tudsz abból is erre gondolni? Komoly, ez egy elfolytott dolog bennem, a szivárvány. Nézd meg! Ott volt, és ráadásul olyan szivárvány volt, hogy... Már látlak tolbóában egy kapcsolat. Táncolj, Budapest! Ez itt a Love Parade. Balázs vagyok, megnyitom a Pest szivárvány, egy hatalmas boával, igen. Táncolok. És csigidi, és csigidi. Nem. Nézd meg, dupla szivárvány volt. Tehát olyan dupla szivárvány, hogy ugye dupla. Megjelent egy gyönyörű félkörben az egész, tehát ugye föltől földig, és mögötte másik. Aha, tükröződött az objektív a fényképezőgépen, mert nedves volt. Nem, dupla szivárvány volt. Figyelj, szerintem az ablakmosó földek a cseréjtek, ez valamiért nagyon nincs nektek lelketek. Nem érzik éve az ember. De nem, ez nem no. Te vagy. Hát ha ezt mondják az NMH. Nincs szíve megültözni egy ilyen ember. Tudod, van lelke. Olyan érzék. Nem ültetem meg. Egy tök igaz olyan, ennek rohadtul nem érdekel a szivárvány, de hát ha meghatom az NMH, hát érted, hogy egy érző ember vagyok, egy mérleg, és ott ülnek 12-en, 16. De írják, csak 1 milliót írják. A 10 az sok, majd legközelebb leverjük mások. Istenem. Ma is egy szivárványról beszél. Megríghatod. Gyerekek. Sporolok a rádiónak 9 millió forintot, akkor már megérte. Akkor holnap kiskutyás képet hozzál. 40 akárhány megszólásunkat vizsgálják. A rohadt életben csak el kell menni valahogy ezt a rádiót, ugye? Valahogy akkor azért már találni kell valamit. Ma valami. Szivárvány. Hát akkor... De holnap emelni kell a téteket. Igen, ma mi lesz? Várjál, az a baj. Hát ne kössenek bele, érted, hogy szivárványokról beszélek. Négyet kérdezik, és csak ilyen műsort csinálnánk. 10-ig. 6-tól 10-ig átmennék. De népszerű lenne. Milyen népszerű lenne? Ma meg ikrekről beszélni, kislányokat szóltak el. Ma kocsi, ma megállásak voltak. Istenem. Minden a megrígat, ez a csodálatos ember. Ezek után büntessél meg. Büntess meg a műsort. Amikor ilyen érző emberek ülnek innen, akik elsírják magukat egy szivárvány, érted? Így kösse fel a nadrágját az NMH, így büntessen meg, érted? Ezek után, hát mire fogják fogni? Na? Megvetheti a kiskocsákat! A múltkor átvittem... Szájba vittél át kis macskákat. A múltkor átvittem szájba 3 leveli békát. Tessék. Mit szólnak az NMH-hoz? Másik oldal így csak ott ütötték el mindig. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Van a szolgáltató iparnak egy olyan láthatatlan szegmense, akiket mi nem tisztelünk eléggé, nem foglalkozunk velük eleget, és mégis nap mint nap azt hiszem, hogy hát a kínok kínját kell kiállniuk. És elviselni mindenféle, hát kevésbé tájékozott, kevésbé intelligens, néha megkockáztatom meglehetősen buta, sötét vevőket, és olyan embereket, akik betelefonálnak különböző ügyfélszolgálatokra, legyen ez akár egy telekommunikációs cég, vagy kábelszolgáltató, vagy bárki, akinek csak egy kasszánál kell állni, egy hiperben, egy nem tudom milyen elektronikai boltban, és megtalálja őt a vevő. Ugye? Igen. Hát ez egy rejtett kör, szegények ülnek egy telefon mellett, állnak egy pult mögött, sem foglalkoznak velük. És hogy ez mire jutott eszembe, hétvégén nálunk szerelés volt, és kijött az én nagyszerű kis emberem,
a D-betű széktől, és minden megvan, gyerekek, ha kell ember, nem tudtok olyan korcskábelt mutatni, lehúzza, beköti, fölmászik, stb. Megszólal a telefonja. Pontosabban a telefonja már akkor szólalt meg, amikor vittem haza, mert mondtam, hogy ha most ez kijön megszerelni, kell hozom, kell hazaviszem. Beültettem a kocsiba, ne, vittem, hazavittem. Csak nem maradjon már tovább. Csak menjünk, vagyunk jó. Mentünk hazafelé, dumálunk arról, hogy mégis mennyi fura ember van, meg hogy őt hányszor hívják éjszaka, meg egyáltalán tényleg. Tehát, hogy megszólal a telefonja, ennyit mond, ezt figyeld. Kihangosít. Halló, tessék. Kezi csókolom. Következő volt a probléma, fölhívta őt egy 70 körüli, nem is biztos, hogy volt, lehet, hogy 60-50, nem tudom, egy ilyen idősebb hangot hallottam, de egy teljesen jó szituált. Felhívja, hogy valami baj van a csatornájában. Mondja neki a Pali, nem tudom igazán jól visszaadni a beszélgetést, de hogy tényleg milyen birka türelem kell az ilyen típusú munkához, följegyzeteltem egy-két dolgot magamnak, hogy mondja, hogy jó, igen, nyomja meg az AV gombot. AV. Távirányító. Megvan a távirányító? Igen. Nyomja meg az AV gombot. A távirányító. Az nincs. Hát, de. Minden távirányító van. Nyomja meg az AV gombot. Az nincs. Hol van? Mondja, bal felső sarok TV gomb mellett AV gomb szokott lenni. Az nincs. Mondja, mit lát? Hallom, hogy üvölt egy TV. A TV, de hogy a TV mellett. AV van, nincs. Mi van? AU. Áú, mondja nem, áú, nem hittem el, de ez már így az ötödik percben, áú, jó, áú, megnyomja, igen, jó, akkor most nyomja meg a nyilacska gombot, ilyet nem látok, TV, AV alatt van egy nyilacska, nyomja meg a nyilacskát, nem látok, mit nyom, a nyulacskát. Mit nyom? A nyulacskát. Mondja, nem nyulacska, hölgyem. Nem nyulacska, higgyel, nem nyulacska, az nincs. Nyilacska. Nyulacskát. Nyulacskát keresed. Mondja, hogy a dekóder az él, az nincs. Hölgyem, a tévé alatt. Egy doboz. Van egy doboz. Látja? Az jó, van. Jó. Az a dekóder. Be van kapcsolva? Nem tudom. Hölgyem, pirosan világít, vagy zölden világít. Negyed órán keresztül fűzték egymást. Annyi volt, hogy az AV-t, ha megnyomod, akkor bejön a HDMI, HDMI 2, és AV-ről át kellett volna rakni HDMI 1-re. Ez egy negyed óra volt, és a Pali mellettem birka türelemmel magyarázta, mert hogy mi tehetett. Az a dekóder, hogy mi az a nyulacska, hogy nem AU, nem AU-t kell keresni, nyulacska, hanem... Nyulacska, nyulacska keresett a távirányító. És a néni ott kereste rajta egy nyulacskát, melyik lehet az? És ekkor már tudtam, hogy ebből témát kell csinálni. Én mondtam neki, fia, hogy bírod? És mondta, hogy tulajdonképpen szerintem erre születni kell, de hogy ez az ő dolguk is egyben. Nem teheted le. Hogy nem teheti le, ő ott ül, igaz, hogy hétvége volt, és igaz, hogy ez a magántelefonja, de hogy egészen nyugodtan, ő 15 percen keresztül elmagyarázza, hogy a nyulacska és az AV a HDMI egy. Kicsit furán éreztem magam másnap, amikor délután kettőkor visszaírtam, hogy állított a tévém, és mondta, nyomd meg az AV-t és menj át a HDMI egyre. Mondom, jó, felejtsd el. Én legalább tudom, hogy nem nyulacska vagy nyulacska. De hogy mennyi mindent kell az ilyen típusú embereknek elviselni. És ráadásul hogy náluk még nincs is rögzítve, mert ugye a call centereseknél ezeket a betelefonálásokat, amikor az ügyfél érdeklődik, vagy segítséget kér, rögzítik, tehát nekik még pluszban disztingváltnak kell lenniük, és visszafogottnak. Hogy én ezt mennyire nem tudnám csinálni, tehát amikor 10 perc után jön rá a kedves páciens, hogy nem nyulacskát kell keresni, hogy miből gondolja, hogy nyulacska van a távirányítóján, hogy nyulacska, ugye van az a lefelé görbülő nyír, balra néz, az a visszalépő gomb, vagy a begomb, vagy bármi, ugye azzal lépsz vissza, ha minden igaz. Mit mondanál? Én nem, figyelj, én már szorítottam a kormányt, néztem, és így, nyugi, megoldom. És rávezette a nőt arra, hogy kapcsoljon át. Hogy ilyen típusú emberek ebben a munkában igazán jók, azért mennek ilyenre, vagy egyszerűen csak meg kell, hogy szokják, hogy ilyen típusú vásárlók vannak. Ez lehet ügyfélszolgálat, ez lehet tényleg de telefonos cég, pult, ugye, amikor te ott vagy és kiszolgálsz egy hiperben például, vagy elektronikája áruházban, tehát nagyon sok ilyen típusú vevő van, ugye? Ami egész egyszerűen megmagyarázhatatlan, hogy honnan jönni az a teljes sötétség, vagy félreértés. Hát, mondjuk ha idős, akkor az nyilván az igen, azért lehető. Bocsánatos bűn, az igen. Azért nekem is fel kellett matricáznom anyunak otthon a videókészüléket, a videólejátszót, mert hogy azért ő nem, az más nem ebben kicsit, a korban igen. Nevelkedett, úgyhogy neki ez nem volt. Tehát neki a nyilacska, a lefelé fordított piramis, illetve a háromszögecske, az kb. Az ugyanaz a kultúrkör. Jött az AV-AU-t azért tudta, nem? Hogy nem AU. Tehát, hogy AV nincs, és leállt
vitatkozni, hogy nem AU, az nincsen, AU van, AV nincs, higgyük már el. És ha szerencséd van, akkor az olvasó szemüveget oda készítettem magam elé. De ő nem volt egyébként annyira, nem volt annyira idős. Hogy tényleg jelentkezzenek azon hallgatóink, akik mondjuk már nem dolgoznak ilyen helyen, és beszélhetnek, hogy mit kell kibírni, vagy akár SMS-t is írhatnak egy-egy visszajáró betelefonálóról, aki hetente egyszer éjjel kettőkor megtalálja őket, mert valahol olyan helyen dolgoznak, vagy tényleg állnak egy pultnál, és jön a garancia levelet lepecsételtetni, és 15 percen belül se tudod vele megértetni, hogy egyébként hol kell be, vagy kikapcsolni ezt a dolgot, hogy erre születni kell, ezt nem tudja más csinálni, nem? Hát szerintem... Ehhez idegrendszer kell. Persze, persze. Letesztelik ezeket az embereket? Lehet, vagy? Hogy belekeseredik egyébként egy idő után, tudod? Tehát, hogy az elején még nagyon fölhúzta magát, hát a tévészerelő is. 10 éve csinálja, már mindegy. Mindegy. Au, au. Figyelj, azt a bírka türelmet, édesem, hát ő 45, szinte hazaértünk, és mi még szállítottam, ő még mindig. Az mondjuk jel lehetett volna, hogy beültök a kocsiba, és azt mondja, elkezd panaszkodni a csáv, hogy aki éjszaka, és aki pünköst hétvégén. Igen, és azon, hogy magamra gondoltam. Van egy klasszikus, azért ezt megmutatnám nektek, hogy micsoda bírka türelem kell. Itt ugye egy idős hallgatóról van szó, vagy hát telefonálóról, akinek nem lenne más a feladata, mint egy telefonszámot följegyzetelni. Azért mondjuk nem nyulacskákat kell keresgélni, meg nyilacskákat. Itt nem is AV, HDMI, HDMI 2, nem tudom mi, itt csak egy 06-tal kezdődő telefonszámot kell fölismerni. Hogy micsoda idegrendszer kell. Úgyhogy a palit érdemes figyelni, aki nem zökken ki. Nem tudom, hogy ismeritek-e, figyelj. Kicsit rossz a minősége. Elfogadja a fogadást. Figyelj. Na, itt jön a baj. Figyelj. És birka türelem. Figyelj, birka, figyelj. Ez megvan. Ez megvan. Már kicsit ideges. Nem. Hát nem. Tehát, hogy érted? Szegény. De hogy, és ez 0680-880-880, ez a telefonszám, hogy micsoda türelem. És nem teheti le? Van egy kódex, ami alapján nem szakíthatja meg, nem? Én az első perc után azt mondtam, hogy az a szám, hívja. De ugye te nem teheted le a telefon. Így van. Olyan történetek jönnek, hogy hát egész egyszerűen megdöbbentő. De tényleg, mindjárt szemezgetünk az SMS-ekből. Itt van egy hallgatónk előtte. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Csak ilyen apróbbak, hogy mondjuk írodásban, amikor jól fenn dolgoztam, ahol voltak ilyen kérdések, hogy mondjuk a tévéknél, amikor ki volt írva, hogy ez a földszelszíni adás is lehet fogni az új tévékkel, amiben az MPEG 4 tuner van. Voltak, akik így jöttek be, hogy a földön kívüli adást, ezt fogja már ez a tévé. És mondtad, hogy igen. Persze. Volt egy nagyon kedves sztori, egy bácsi visszajött, mert volt meghirdett akcióban egy hűtőgép, hogy van egy kis gond, mert ő megvette a hűtőjét, de nincsenek benne azok a termékek, se a zöldség, se a hús, ami le van fotózva. Óriási. Nem mondottam, hogy hiányolta a termékeket? Hiányolta a termékeket. Ami a ládában benne volt a fotón. Igen. És mondta neki az egyik kis főnök ott a áruházban, hogy hát ez nem jár hozzá, hát ez nem így van, az csak fotó. Nem, az benne van, az ő kéri. És hát addig nyomta, hogy negyed óráig, hogy
az egyik kisfőnököt tönkötette idegileg, aztán jött a másik, oda küldték a másikat, aki kicsit nyugalmasabb volt, mondta neki a kollégám, hogy hát az a gond, hogy megmondja őszintén, nincsen sehol konnektorom, ha bedughatnánk ezt a hűtőt, és így az összes termék tönkre ment, tehát a hús is, a zöldség is, és sajnos ki kellett dobni. Atya Isten, hát azért neked se volt. Hát akkor jó. Neked se volt egyszerű. Hát nem, nem. Attila, köszi, hogy elmondtad. Nagyon sok SMS-ről megyünk tovább. Köszi, ciao, hello, hello. Egy hegymászóboltban dolgoztam, egy színes tükrös felületű napszemüveget hozott vissza másnap a kedves vevő, hogy elszíneződött a lencse. Letöröltem neki. Csak akkor rögtik, amikor már kiment, így a Zoli. Légitársaságtól hív a hölgy, mikor kiderül, hogy mennyibe kerül a hibás foglalás kijavítása, és elmondja a férjének a következőt, hallom, ugye írja az SMS író, aki ennél a légitársaságnál dolgozik. Mit csináltál te, asszony? Hatalmas csattanás, csörömpölés, vonal megszakadt. Írja nekünk egy volt ügyfőzögáltas, hogy mondtuk neki, hogy kérem nyomjak a kettős keresztgombot, az melyik, a hópehely vagy a létra? És mondta, hogy a létra nyilván. Hópehely vagy a létra. Volt egy olyan esetem, hogy a beteg negyed óra múlva visszajött, hogy a hüvelytablettás dobozból hiányzik a hüvely. El kellett neki magyarázni, hogy az micsoda. Na jó, de ő akkor mire vette azt a tablettát? Nem. Turizmus témakörben is lehet szemezgetni. Utas Korzikáról felhív egy hallgató, hogy nem ég a lámpa a nappaliban. Én meg Pécsett az irodában. Tök jó. Közöltem vele kedvesen, hogy én most nem tudok oda repülni, de higgy el, hogyha ott lennék, akkor segítenék. Szerintem kérjen segítséget a recepció. Másik SMS, nagyon klasszikus, szintén egy ügyfélszolgálatos kolléga írja nekünk. Jó napot! Gázszivárgát szeretnék sürgősen bejelenteni, de mi egy telefontársaság vagyunk, nem baj, magukkal is van gondom, és neki kezdett. Tök mindegy, hogy mit hív, ez jó? Mekkora? Hát nem imádnivalóak? Nem baj, magukkal is van gondom. Na, ide figyeljenek! Egy mobil szolgáltatónál dolgoztam, mikor névváltoztatás történt, pannomból Telenor lett, ugye megváltozott a készüléken a hálózat neve, egy hölgy felháborodva jött be, hogy belemertünk nyúlni a telefonjába, és addig nem megy haza, amíg vissza nem állítjuk. Ezt nagyon sokan megcsináltak annak az idő, abban az időben, ez legenda volt. Eltűnt. Átállították. Én egy pizzériában dolgozom, ott is vannak érdekes vevők, rendelt egy pali egy, mit tudom, 4 évszak pizzát, és kért rá gombát, de mondta, hogy csak a bal oldalán lehet a pizzának gomba. Fordítsd meg, haver. Csak a bal oldalán, nem megyünk máshova tenni a gombát, csak a bal oldalán. Kutya kozmetika, szintén érdekes vevő, hozza a gazdi a kutyát, hogy talált egy csomó kullancsot benne, de nem tudta kitekerni, inkább szedjem ki én. Láttam, hogy mutatja a kutya melbimbóját. Várja, már is megpróbálta. És megpróbálta kiszedni. De nem jött ki. Hát milyen magatok ezek a kullancsok mostanában. Szegény kutya. Fogom rahadtul ezzel a csipesszel, de basszus. Óra járásának ellenkező irányba. Tekerem. Benzinkúton előttem nem működik a kerékfújú kompresszor. Kutas, igen, ki van írva, ügyfél, tudom, láttam. Miről dumálunk? Csak barátkozni akar. Tudom, láttam. Pizzériában dolgozom, vendég, kérek egy pohár sört. Sör nincs, akkor kérek egy korsót. A Morning Show legjobb pillanatai. Felhívjuk Babos Timit, aki hétvégén ugye Wimbledoni döntőt játszott, sorozatban már egyébként nem is az első, és hát sajnos egyelőre ezt még nem sikerült ugye Grand Slam kupára váltani, de az és óriási dolog egyébként is a magyar sportot újabb örömhír érte, hogy van magyar Grand Slam döntősünk, és hát az, a tenisz kedvelőknek ez mindenképpen egy nagy dolog, de aki nem szereti, az is tudhatja, hogy... Benne vagyok én, tenisz, ha tenisz, a cégkódexben, benne vagyok most az első négyben, akkor a Babos Tímea? Nincs. Mire gondolsz? Várj, a négy legjobb női teniszezőben benne van-e? Hiszen ugye egy nagyon-nagyon neves versenyen második helyezett lettél párosban. Az azt jelenti, nem? Hogy benne vagy az első négyben. Csavaros észjárás. Én így fordítanám. Azt elindítani. Jó betegek. Hát nem érted. Hát a párosban nem. Ugyanúgy van rangsor, mint egyesben. Persze, persze. És tudod, hogy a Serena a legjobb a világon, meg a tesója. Az óriás. Az óriás? Az óriás. Az óriás. Én nem tudom, mit teszik, de nagyon nagy darab. Ott azért nem szeretek egy pofont kapni egyiktől, se te, én láttam most. Hát, szerintem ott Serena család zsebében van a doping ellenőrzés. A vada mindenki. Anyai ágon, Villendorfi. Nem csak az ab. Bejött a vada, és így mellel összefogta a fejét. Gyerekek, én nem tudom, mit teszik, de óriás. Ládás, a húga nem kapja ugyanazt. Tehát, nem. Hogy ott mert leszi előle. Meg kell küzdeni minden falat. Tehát a húga nem ezt teszi, hallak. Csak Serena eszi, vagy azt mondja, az is az enyém. És a húga nem tudja megenni már évek óta. Szóval szegény kis Vénusz, hát olyan csenevésznek néz ki, komolyan mondom, hát féltem, hogy ott a pályán is összeesik. Kétségbe ejtően normális. Kétségbe ejtően normális. Gyanúsan rendes. Na, itt van velünk Babos Timi. Timi, jó reggelt! Hello! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok neked! Sziasztok!
Na, hát nagyon mosolyogtatok végig a döntő alatt, én néztelek, ugye még az előző meccsed után még SMS-eztünk is. Mind röhögtetek ennyire? Mert tetszett, hogy ennyire felszabadult a játszotok, de hogy végig röhögjétek szinte az egészet, az nagyon szórakoztató volt kívülről legalábbis. Hát igen, szerintem egy ilyen döntőt csak élvezni lehet, pláne, ahogy ti is most mondtátok, hogy azért két elég szép termetű lánykával játszottunk, úgyhogy tudtuk, hogyha nem élvezzük a játékot, akkor igazából nincs is értelme kimenni, mert akkor nagyon nagy vereség lesz a vége. Hát ehhez képest még talán bréklabdátok is volt az első szedben, nem? Vagy legalábbis közel voltatok az, hogy elvegyétek az adogatásukat. El is vettük végül. El is vettétek, de aztán, aha, de aztán utána nem, hát nem sok sanszot adtak Szeréna egyéni után is. Nyilatkozta már, hogy nagyon jól ment neki egyéniben, hát párosban szerintem még rárakott egy lapáttal, ennyit én még őt rögtézni életemben nem láttam, amennyit itt a döntőn most. Hát hogy vitte a meccset? Szóval Vénusz mellett pedig ő is egy rossz játékos, egyszerűen szerén, amikor kellett mentett, és ő játszott úgy, hogy egyszerűen vitte a tesóját is a hátán. Ő a húg vagy a nővér? Ő a húg, hát illetve középső tesó, még ott a boxukba lehetett látni egy olyan 25 testvért szerintem. Igen. Na, és milyen volt a centerpályán újra ott lenni, döntőt játszani? Hát ez neked ugye már nem az első párosban. Így van, hát fú, zseniális élmény, ahogy mentünk be már a pályára, megint így a páholyon keresztül, hogy micsoda elegancia, meg minden így uralkodik ott. Csomó híresség ott volt, a Trónok harcából rengeteg színész, meg színésznő ott volt Beckham is, Beyoncé, úgyhogy így mellettük elvonulni így a kis teniszruhánkban egy elég vicces dolog, de amúgy zseniális élmény. Igen, ott a VIP pálya azért nagyon erős. Itt se rossz egy BB Lalival, meg nem tudom, de olyan, egy VIP pálya, egy Cintiával, vagy nem tudom, de azért ott Ajdú, a VIP pálya, ami a férfi döntőn is volt, azért az nagyon erős. Aj, de akkor mondjad, Feri. Hogy én ugye amatőr teniszrajongó, tehát ami rám ragadt, én például ezt a, mit mondta, hogy mit szedtek el az előbb? Adogatást. Én már értem. Elvenni. Hogy ezt el kell venni. Mit veszel le tőle? Hogy úgy mentetek föl erre a meccsre, hogy tök mindegy, hogy mi lesz, hiszen a testvérek, a Williams tesók legyőzhetetlenek, élvezzük a játékot és engedjük el. Lehet így fölmenni egy ekkora mérkőzésre? Amikor ezt egyébként megnyered, akkor Wimbledon bajnok vagy. Hát de nem úgy mentünk fel, hogy teljesen feltartott kézzel, de egyébként mi úgy játszunk mindig a legjobban, ha ilyen mosolygósan játszunk és élvezzük a játékot, úgyhogy a 8 között is a világ elsőket, a Hingis Nézadót is így vettük meg. Hát illetve valószínűleg ez egy kicsit ilyen stresszoldó faktor is volt szerintem, hogyha így lazábbak vagyunk, akkor jobban játszunk, és egyébként szerintem nálam ez nagyon jól bejött, mert én nagyon-nagyon jól játszottam. A partnerem talán picit jobban izgult, de összességében ez biztos, hogy sokat segített. Jó az új partner egyébként? Igen, nagyon-nagyon jó. Szerintem még sosem volt ilyen laza, könnyed párosom, ami most van, úgyhogy én is sokkal nyugodtabban tudok játszani. És a Williams-esok azok tényleg ennyire jók? Majd azért őket is el lehet kapni, ugye a Kerber elkapta az Australian Open-en Serenát, meg korábban azt hiszem volt befogó hálóval is. Hogy... Én csak lehetek nagyon harapot. Az a durva, hogy ezen a meccsen én voltam a legkisebb a magam 180 centiével, szóval így mellettük így nagyon-nagyon elvesztem a pályán a partnerem is, ilyen szép nagyra nőtt lányzó, hát a Williams-esok, szerintem a Serena kétszer akkora, mint én. De egyébként úgy szakmán belül vagy teniszes berkekben, tehát róla mit mondanak? Szóval a házi koszt. Tehát a mama főzi ennyire erős. Szóval én értem, hogy azért egy jó amerikai konyha azért az komment, de hogy így róla így kimondatlanul így megy az, hogy azért őt lehet, hogy valamivel turbozzák, vagy felturbozzák? Hát iszonyat nagy darab, és ő nem volt még ekkora. Hát... Nehéz neked erre mit mondani. Erre nehéz mit mondani, hát az biztos, hogy ez érdekes, hogy azért ennyi kilót ennyire jól meg tud futtatni. Ugye? Igen, iszonyatosan mozog. Voltatok utána a bajnokok vacsoráján? Elmehettek oda ti is ilyenkor? Igen, elmehettünk volna, de én nem mentem, nekem ez lett volna a negyedik, és az vasárnap este rendezik, úgyhogy én inkább hazajöttem, mert végül is nagynéni lettem a héten, úgyhogy inkább hazajöttem a családhoz. Na, gratulálok. Egy-egyére egy ilyet, hát halálosan unhatsz, érted? Na, ez a bajnokok vacsi, hagyjad is meg.
legyen. Menüt is kívülről tudja az ember ilyenkor. Figyelj, az igaz, hogy amíg, mert tényleg, bocsánat, még egy kérdésre visszatérve Williams lányokra, hogy a Serena az mindig csak befelé látják menni a vadának az ellenőreit, kifelé már. Utána néhány kiabálás hallatszanak, utána csendben örökre. Most együtt voltunk doppingon egyébként. Na, komolyan? Más után egyből, igen, más után. Vagy hát nem egyből, egy-két órára rá sikerült menni. Állva adott mintát? És akkor ő jött utána. Igen, hát nem tudom, milyen mekkora kukija van. Mert ott valami nem stimmel az egészen. Az egészen biztos. Figyelj, és hogy elmentél a férfi öltöző mellett, Roger sírása nem hallatszódott ki, vagy így nem? Júj, hát ez Istenem, el kell mesélnem. Istenem, ne is mond. Na, mesélj. De ezt el kell mesélnem. Mert egyik reggel fönn telefonáltam pont nővéremmel, és jött a Roger, és oda köszönt, és beszélgettünk, és én attól már teljesen oda voltam, és akkor meccs után, amikor megvertük a világelsőket, az ugyanaz nap volt, ő akkor játszott pont a Csilicsá, és gratulált, hát mondom, köszi, de szerintem nem nekem kéne gratulálni, mondom, így kb. Elsírtam magam, mondom, annyira örültem, hogy nyertél, aztán amikor meg kikapott, akkor meg pont jött föl mellettem a lépcsőn, és mondtam neki, hogy mondom, hát egy ölelést esetleg, mondom, pedig szegény nagyon ki volt készülve, mondja, hogy hát jó, elfogadja. Mondom, úristen, megöleltem Féderet. Nem mondod komolyan, de ilyen közvetlen velük a viszony, ilyen jó arcon. Ez igen, tök jó. Nagyon. Meg volt zuhama, nagyon? Nagyon szegény, nagyon. És utána ment föl így a VIP részre, és ott volt pár színész, meg pár haverja, és ott még pályologni, meg jópofiznia kellett, mondom, szegény, azért annyira biztos nincs sok kedve, hát vannak kötelező programok. Úgyhogy a kezében volt a meccs igazából. Tehát hát ott, nagyon, ott nagyon, volt. Nagyon. Igen, nagyon. Ott volt. Figyelj, és amikor itt Szárnyaszegeten sétáltál, akkor így nem hallottad, hogy mondja, hogy pedig Balázs is annyira hit bennem. És csalódást okozta. Hát én mondtam Balázsnak, hogy olyan ki, de hát aztán lepasszítottam. Igen, sajnos nem tudtam. Igen, felajánlottad, nagyon cuki voltál, csak sajnos nem tudtam megoldani. Meg mint masször, vagy mint házi? Viszem a táskát, fogom a kulacsot. Kéjem, kezdeme nyomsz egy ütőt, adsz egy badget a nyakam, én bármi vagyok, érted? Mindenhez értek. Szolfés tanárok. Na és most mi a következő? Lassan az olimpia, nem? Hát igen, addig még azért van kettő versenyem, úgyhogy még előtte Kanadába meg Amerikába fogok játszani, úgyhogy még van bőven teendő, de most, hogy itthon vagyok pár napot, most viszont mindent el kell intézni, szóval megyek ma ruhapróbára, megyek megint ilyen doppingos előadásra, úgyhogy postára. Még rengeteg ilyen. Igen, feladok két tíves számlát, egy elműcsekket. És utána irány az olimpia, hát azért az egy nagy dolog. Ott is egyéniben és párosban is, mindenhogy? Igen. Úgyhogy az nagy dolog, nekem a londoni volt az egyik legnagyobb élményem, azért akkor még 18 évesen így találkozni a legjobb sportolókkal, az hatalmas feeling volt, most kicsit más szerintem a dolog, most már azért ismerek több ember, de biztos, hogy zseniális élmény lesz. Mennyit léptél most előre a világranglistán ezzel a döntővel párosban? Hát szerintem visszajöttem így a top 10-be nagyjából. Meg most az új partneremmel is nagyon jó helyen állunk, szerintem negyedikek vagyunk az idei ranglistán, úgyhogy idén is az a cél, hogy tudjunk majd a VB-n szerepelni az év végén Szingapurban. Wow, igen, igen, a férfiaknak Londonban, a nőknek Szingapurban. Igen. Olyan jó lenne egyszer egy magyar lány oldalán látni, párosozni. Hát most az olimpián az ugye ott magyar partnerek. Hát igen, ott ugye kötelező, úgyhogy ott kaptunk lehetőséget, ami nagyon-nagyon jó dolog, úgyhogy ott tudok magyar lánnyal. Hát őszintén egyáltalán jó lenne, ha magyar lenne a versenyeken, ahol én is játszok, mert én akkor beszélek magyarul, amikor a családdal meg barátokkal beszélek. Szóval jó lenne, ha lenne több játékos. Remélem a következő években azért. Hát most már így a fiatalabb generáció azért jön, nem? Juniorban azt azért úgy hallani, hogy úgy nyernek. Igen, ezt, nagyon jó juniorok vagy juniorjaink voltak az elmúlt években, hát még nem élem, vagy hát egy-két éven belül, hogyha odaérnének, az nagyon-nagyon jó lenne. Igen, hát mondjuk a felnőtt azért az megint egy nagy ugrás, főleg aztán az ember, amikor top 100-ban van. Jól van, Timi, mi nagyon gratulálunk neked, sokszor tényleg, nagyon-nagyon szurkolunk, én néztem az összes meccseret, ugye még SMS-eztünk is, tényleg nagyon-nagyon klasszul játszottatok. Hát ennyire jók a Williams-ek, de hát
Egyszer hát majd ilyen. Elkapják. Nem vesztettek még döntőt, ez volt a 14. zsinórban. Jézus, Atya úristen. Soha ez mennyire pszichésen ott kell lenni, meg testileg. És a mama a legjobb, aki majdnem elaludt az egész döntőn, elaludt konkrétan, teretten, és ott szúnyog át, csak a lányok megnyerték, olyan unottan, rezignáltan, hétköznapi módon fogadta, és kicsit mérges volt, hogy neki most föl kell állni, hogy vége van, mert olyan jól szúnyog át, nem. Jó, mondjuk egyénében már 22-et nyerjük, már nem rász ki a idegén érve. Hogy mama akkorát szúnyogkált a páros döntőn, hogy igen, kicsit, igen. Kicsit azt láttam az arcán, hogy miért nincs még egyszer, hogy ne ébreszhetek már föl. Igen. Tudom, éppen most a páros döntő, mit egyéni döntő, utalnak egy olyan 2-3 millió eurót, jó, na, mit csináljunk, pályát, miért nem aludhatok? Megyünk már valahol egy csilisbaba. Ez volt az arcán, mama nagyon kemény. Mama is iszonyatosan kemény. Oké, okay, Timi, puszilunk, gratulálunk, és drukkolunk, beszélünk még. Köszönjük szépen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Jubilál az ország, ha lehet így mondani, mert hogy hazánk legnépszerűbb szappanoperája a Barátok Közt július 21-én a 8000. epizód! 8000. epizód! Kis Ramona, Mirai Kata, Várkonyi András, Kis Péter Balázs pedig itt van velünk. Hello, jó reggelt mindenki, gyerek szavasztó! Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Neked milyen jó a hangod így korra reggel. Köszönöm szépen. 8000. Ki van benne az elejétől? Tehát a legelejétől. Te biztos, te vagy. Alapító atya. Ha az évet nézzük, arra még emlékszel, hogy mikor? Hogyne. Szabadult rá az országra a Barátok Közt? 112. Petőfi elesett Segesvárnál. Valamikor a boszniai okkupáció idején történt, igen. A dinoszauruszokkal. De azóta kevesebb, 18-ból 6-an hát négyen maradtunk. A négy alapítottam. Igen. Már mindenkit kirúgtak. Aha. Igen. Meghaltak, kirúgottak. Igen. Meghalt, kiöregedett. Igen. Szóval 1999, 2000? Így van. 98, te jó 98. Atya úristen, 98. Igen, igen, nagyon régen volt, de tulajdonképpen, mintha tegnap történt volna, tehát... 2-3 ezer emlékszel is. Igen. Akár most végig gondolom a történetet. Úristen, hát azért az komolyan, hát az 8000 rész, ezt egyébként számoljátok, fejben tartjátok? Ez ember, akkor ezt kimondja magának, hogy 8000 rész, az így elgondolkodtatja, hogy te jó atya úristen. Azért ezt, amikor az elején indult, nem gondoltuk volna, hogy ez ennyit megér. Hát így van, ez pontosan, ezt én elmondtam az elején is. Kérdezték, hogy mit jósolok, és mondta, hát egy fél évet biztos fogunk forgatni. Én is láttam az első részeket, én 2 hónapot mondtam. Igen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Mondtam, hogy ebben nagyjából ennyi van gyerekek, Jézus atya úristen. És aztán mégis, hát most már akkor... Igen, de egyébként vicces volt, mert az elején csak azért él még a sorozat szerintem, mert hogy olyan szerződést kötöttek, hogy egy évig kötelező játszani, mert egyébként megbukott 2-3 hónap után. Csak muszáj volt játszani egy évig. Valaki nem olvasta utána... az apró betűt az akkori programozgató, aki leszerződött a begyártó céggel. De meg annyira sorozat indult. A vénájában, meg a mindennapjában. Egy év után már imádták. Igen, mert több sorozat is indult akkoriban, valami stúdió a város szélén, vagy micsoda, volt egy csomó sorozat. André és a Barátok Közt promózzuk, hagyd. Igen, meg az a kórház a város szélén, majd ne törődj vele. De volt egy ilyen sorozat, az meg is bukott, nem ilyen szerződésük volt. Hát igen, egy év kellett, hogy ez beinduljon. De a Fábrinak is, amikor elindult az RTL-en, kb. Egy év Big Chatlet botlott, és aztán... Így van. Ez csak a te műsorai. Ez csak a Bundesönnél nem várták meg. Ott kellett volna egy év. Igen, hogy sokat nyomsz valamit, akkor előbb-utóbb megszokják. Igen. Na, ki hogy emlékszik az első adásba kerülésére, vagy felvételére, vagy castingjére? Kinek mit kellett csinálni? Amit arra emlékszel például, amikor először azt mondták, hogy oké, gyere be! Hát arra, amit nyilván valaki levartam. Karaksz. És ezt konstant tartjuk azóta. Mi volt az első, amit csináltatok? Az legelső forgatási nap az így megmarad az emberben? Mit kellett csinálni? Kivel voltál? Mit csináltál? Valami mellett nem tudok. Jó, ugye picit ezzel. Elmentem zuhanyozni. Megjött Bárta Zsolt. Azt mondták, hogy jó lesz, és én elhittem. Na jó. Szóval okay. Az így megvan? Meg egyébként tényleg emlékszem. A casting, vagy a meghallgatás az nekem szerencsés volt, mert veszek. Két meleg srác. Igen. Na, hogy veszekednem kellett, hisztíznem, vitatkoznom. De ez egy nehéz jelenet elsőre. Hát ez nem az ő típusa, az biztos. Valami egész más kell csinálni, mint amilyen vagy valójában. Megkaptam a szerepet, igen. Gyakorlatilag az első meghallgatás.
azt mondták, hogy megvan az emberünk. Az első forgatás pedig... nem emlékszem, tényleg, az első forgatási nap, szerintem az új család, érkezett egy új család, Szentmihályi család, ott volt a filmbeli anyukám, nagynéném, és akkor megérkeztetek kvázi, igen, és megérkeztünk. Aha. Vicces volt, izgalmas volt, és jó akkor volt. Még akcentussal beszéltél. Így van, akcentussal kellett beszélnem, mert ugye én nápolyi lány vagyok. Nem mondod komolyan. Ne, igen, ne haragudj. Ne csináld, nem nemzetközi volt a történet. Igen. Komolyan, egy ilyen nemzetközi szállat is belehoztak az írók? Magyarul. Péter, neked? De még a Pétert vagy a Balázs használ ugye való életben? Én a Pétert használom. Én a Pétert. Amióta benne vagyok a sorozatban leginkább. Igen, mert hogy volt egy... Főleg miattat használja a Pétert. De én kis Péter Balázs vagyok, és amikor oda kerültem, akkor megörült a producer, hogy Péter vagyok, és mondta, hogy de jó, akkor, hogyha a karaktered is Péter, akkor te is legyél Péter, hogyha a Balázs Balázs, és akkor az ott a Péter maradt. Ez jó, mert nem Billy bácsi Izák, ugye, mert nem az vagy. Hát darabig összekevertek minket, de most már megszokták. Igen, azért ez egy baromi nehéz dolog, nem? Szóval ilyenekről beszéltünk, hogy ti az embereknek is az utcán is Vili bácsik vagytok, meg Zsófik vagytok. Hát én nem. De, hát a rövid látó nyugdíjasok, nem Vili bácsi, mi de Zsófik vagytok. Igen, remélem, hogy szebb illetik azért az utcán. De az ember megfordul egy Vili bácsira, hogy azt mondja, hogy hát legalább mondd ki a normális nevet. Persze, nem hogy igen, megfordul. Igen, hát, hogy nem, hogy megfordul, imádja Vili bácsi sapkákba. Gondolkoztam, a kocsin rendszámát is megcsináltatok. Vili vitanulna egyre, aztán lemondtam róla. Nem, azok gondolkodom, hogy ez egy baromi skizoid helyzet lehet, de aztán az ember ezt hozzászokik nyilván, hogy a két karakter az ugyanaz, nem? Hát, szóval, hogy az életbeli karakter összemosódik. Igen, aztán... Hát, hogy összemosódik most a kettő. Gondold el, hogyha kijövök mondjuk a szinkron stúdióból, és egy Napóleonnak képzelem magam, vagy Don Quixote-nek. Na Andris, ne na jó, de nálad ez nem. Abból nem csináltál 8000-et, úgyhogy nem mondjuk. Nekem az első pillanat volt ilyen marha nehéz, amikor megállítottak vásárolni, voltam egy ilyen bevásárló központban, és odajött hozzám egy hölgy, és azt mondta, hogy béküljön meg ki az anyukájával. És ott álltam, és nem értettem, hogy miről beszél. Mert még annyira nem égett be a tudatomba az, hogy én vagyok az ország Julia, és nekem a Claudia az anyám, és most nagyon rosszba vagyunk, hogy ezt egyszerűen nem tudtam hova tenni, és mire leesett, és rájöttem, mondtam, hogy persze, persze, de azóta már így megszoktam. És mondja meg a Zsófinak, védekezzen. Igen, igen, de persze, hát kapunk ilyen tanácsokat, hogy nem tudom én ennek mit kéne csinálni, bocsássak meg a fiamnak, a Zsófikát öleljem magamhoz. Ami élek, ezt nem fogom megérteni, hogy valójában hogy szúrnak le egy színész azért, amit csinál a sorozatban. Ezt nagyon sok békás mondja egyébként, persze. Hogy mennek oda emberek felháborodva, és mondják, hogy tehette azt a szegény lányra, hogy tudta bántani azt a szegény lányt. Például nekem az volt, hogy bementem a sörözőbe, mondták, szevasz Andris, hogy vagy? Kérek egy korsósört. Hát ezt úgyis meg tudom magadnak csinálni. Én tőlem most mindenki csúcsot akar venni leginkább. És van. De minden eladtam már. Eddig a puszacs volt. Hát látod, teljesen kifekszem. Te most ott rossz úton vagy? Picit segítsetek nekem. Egy kicsit, igen, most egy kicsit rossz sínyeken kalandozik a Peti. Picit most Peti elkavarodott? El, igen. Másnapos. Igen, árulod, szerzed, vagy használod? Használom, leginkább használom. Kellemetlen pillanatok a Balatonszandon. Hát egyszerűen zenekar sátrában ébredtem valahol. Nektek tudnotok kell azt, hogy a sorozat hol jár most? Mert ugye ti nyilván előre forgattok, tehát ti nem azt csináljátok, ami éppen megy a tévében. Csak Andrásnak nem, de neki jól áll. Hol vagyok. Kötelező tudni? Illik. Nem. Ilyen. Semmi. A sajtósít jegyzete. Két ellenmondó válasz, mínusz 10 000 békéket. Kötelező tudni, illik vagy nem. Szóval, hogy van ez? A Peti egy női zenekar sátrában ébredt, azt hallottam. Hát az egy jó dolog. Jó volt, csak nem emlékszem rá. Olyan van egyébként, hogy így visszaköszön egy szituáció, meg egy jelenet így pár év után, mert azért mondjuk a forgatókönyvírók sincsenek könnyű helyzetben. Mert hogy ugyanaz történik mással, mint amivel történt. Igen, tehát amit kettőt lapoztak a forgatókönyv, és észre se veszi senki, és adásba is kerül. Egy kihagytok soha. Egy kis dialogot. Soha. Dehogy is, mi sose hibázunk. Improzhatok egyébként? Lehet? Tehát nagyon szigorú picit, nem, csak picit, ami meg én. Picit van rá lehetőség, hogy improzon az ember. És tudtok? Hát igen, de aki egyfolytatom is írtad a sorozatot, úgyhogy szerintem neked lejön. Tanultuk ezt a szakmát, úgyhogy... Tehát adnak egy pici mozgásteret arra, hogyha a szöveg picit, nem úgy tetnénk, nem olyan, mert azért olyan szavakat adnak néha a szátokba, hogy... Na, ahhoz, azokhoz ragaszkodnak. Igen? Igen. Amikor megpróbálnak például benneteket is szlengesíteni, vagy úgy beszélni, hogy mai fiatalok, az borzasztó. Egy csodálatos vágunk a Györgyike, aki nagyon odafigyel. Tehát, hogyha olyat mondunk, amit nincs értelme, akkor ő azonnal szól. Gyakran szól, hogy ez nem jó. Igen, ő nagyon figyel, és ő tényleg ő a lelke mindennek. Tehát az a jó, hogy ott nem kell kisípolni.
hanem egyszerűen kivágják. Ami nekem nagyon tetszik, az, az mindig a mondatok a végén. Ami viszont ilyen 12 és fél másodperc alatt így végig fut, ember legyen a talpán, aki elolvassa. Nem, amikor van ez a sorozatokra jellemző, elgondolkodtató elnézés egy-egy mondat végén. Ó, végén. Wow, hát, végén. Az most már nagyon régen csak most én, várjatok, abból most én, várjatok, fölveszük Instára. Kérhetek mindenkitől csak egy ilyen elnézést. Egy ilyen végenézést. Mert ugye szerintem külön meg kell tanulni, amikor ugye az vagy, hogy gondolkozz el rajta. Az Oszkárra lehetne egy külön ilyen kategória, hogy a legjobb végenképi. A gondolkozz el rajta. Márkonyi verhetetlen. Essen le, hogy most ezt miért mondta. Ugye nektek egy komplet jelenetet kell a nézésbe beleadni, hogy a néző tovább gondolja, hogy ti rájöttetek arra, hogy furmány van, vagy féltek. Hogy mi a vége, hogy... Jó, akkor kérek, várják. Jó, de adjál instrukciót. Jó, adok instrukciót, adok instrukciót mindenkinek. Jó, jó. Akkor konkrétan gondoltok valamire, hogy még öt perc, és szart se kapok a büfébe. Igen. Elmondtam minden szöveget, és igen, így elgondolkod. Megátalkodott például. Miért nem csettint az Ardai már végre? Igen, várj a csettintést, ennyi. Jó. Jó, akkor azt, hogy te jössz mondjuk a presszóba, vagy... Rózsa bisztró. A koktélbárba. 18 éves a sorozat, és te nem tudod, hogy mindenki központi helyét. De megvan Rózsa. Tehát mész a Rózsába, várj, mi legyen. Így van, bejön szóba doktor. Nők a pultban. Mész a Rózsába, és észreveszed, hogy mit tudom én, összetörték ott az üveget, huligánok randalíroztak, igen, ott volt egy drogos, és elkezdesz azon gondolkozni, hogy te gyanítod, hogy ki lehet. Aha. Jó? Oké? Okay? Jó. Wow. Csak egy ilyen, lehet, hogy mindenre ugyanazt csinálnám. Tényleg, aki mindenre ugyanazt csinálja, azt tegye fel a kezét, akinek egy arca, mert akkor nem adok feladatot. Vili bácsi ezen arca. Egy elgondolkodás. Egy elgondolkodás. Jó? Észreveszed is. Vége gondolkodás, tessék! Pont. És gondolkodik. Ki az a Charles Bronson? Kedvek, hogy van ilyen szívna körülött. Oké. Egy dolgot hozok ilyen általában. Jó, oké, Raminak mi legyen egy elgondolkodás a végén, jó? Azt nem tud. Basszus, mi legyen? Legyen egy pasi, nem? Mert neked sok pasi volt a sorozatban, nem? Az ízetlen vagy a málnás sikosított végén. De egyébként forgatok pornót, és most indul egy új van a mérai műfánk. A műfánk kell. Mert sztorizzuk-e, hogy miről szoktunk beszélgetni egymás között a stúdióban? Mennyivel felszabadultabbak vagytok, mint a sorozatban? Ez nekem sokkal jobban tetszik. Igen, ezek az ödipuszi címe. Igen, ez gyermekem is én. Jön egy pasi, aki tetszik, új szereplő, és eszedbe jut, hogy hát, hogy lehet, hogy... Lehet, hogy ő lesz a 16. a sorozat, hogy lehet a következő. Lehet, hogy de jó lenne, ha lenne valami, egy ilyen nézés. Ő a nagy ő. Ő a nagy ő, tehát én végén nyugtázom. Jó, tessék? Ki az Isten? Veszem. Oké, mehet. Okay. Tehát egy ilyen vége. Rami kacsintott legyen. Ilyen nincs, ilyen elnézés 10 év alatt nem volt. Ez így volt egy olyan lehetőség, hogy meg. De hogy várta már, hogy legyen? Kacsintott egyet, és mennyalta a szája szélére. Ilyen vietnámi pénztárcás volt a jelenetben. Ne, az milyen? Hát tudod, ez a hologram. Felfordítod, vár rajta, lefordítod, nincs rajta. Kicsit repetitív a sztori. Azt hallottam, hogy te megrendelésre sírsz, tehát bármikor, te már annyit sírtál a sorozatban, hogy nekem azt, hogy sírjál, és te már bármikor tényleg abban a pillanatban, tehát azt, hogy sírjál, sírsz, ez így ennyire durván megy neked, ez igaz? Hát színész vagyok. Nem tudom, mert hogy... Ha valós téged is megkérnek, hogy beszélj, akkor beszélj. Igen. Hát igen, de nekünk ez ugye laikusoknak azért ez mindig egy nagy dolog ilyet látni, hogy valaki csetít és egyszer csak elsírja magát. Hát azért... Én is csodálok azért, hogy ennyit tudsz beszélni. A kockás ingedre. Most mi vagy a kockás ingedre? Nem jó? Ezt tudod, mit a leírás a Szélina hirdetési rovatnak, tudod, hogy natúr alap, sírás tetszik. Na. Igen, ez a... Igen, vannak ilyen package-ek. Készültünk egy kis tesztel nektek, jó? Hogy ki tud legtöbbet a sorozatról. Oh. Nem sok kérdés, egy pár kérdés csak. Piros? Készülj. Piros nem súgunk, jó? Piros fogja. Kinyithatom az e-mailt, amit küldtél? Figyeljetek, ma írtuk reggel a kérdéseket, úgyhogy senkinek nincs meg. Azt mondja. Oh. Hol van a tetoválása Gézának?
Igen, ez nekem ismerős, a gyertekádból azon a vérszemet kapott. Rami vérszemet kapott. Oké. Hány románca volt eddig Vili bácsinak? Ezt én is mondtam. Nem, 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 hát nyilván te nem, akire vonatkozik a kérdező értelemszer. Tehát hány románca volt? Kivel szűrte össze a levelet? Kivel keveredett valami? Bözsi, Gizi, az három. Bözsi, Gizi. Van neki most ez, akit Alisszám? Az is számít, akit rád próbáltam. Nem, nem minden számít, az például nem számít, amikor dobott egy bört Gábor Zsazsár. Adáson kívül történik a számít. Géza pedig rányított, de ezek az extra tartalomban vannak a DVD-n, sajnos ezt én nem láttam. Szóval, hány románca volt Vili bácsinak? Mindenki mondta ezt? Három, Péter, három, Rami? Három? Négy. Tudod a pontos választ? Én ötöt mondom. Ötöt. Kérek szépen, hat volt neki. Jézusom, mekkora kukasz. Mondom neked. És ebben még a Rami nincs. Kertész Magdi. Magdi. Magdi testvére. Így van. Ja, ezt jelenteném a gyámhatóságnak azért. Igen. Fekete Bözsi. Igen. Magdi aki most van. Bokros Gizi. Igen, így van. Igen. Piroska. Igen. Piroska. Sajtos. És egy kicsit a farkas. És Terike. Terike. Komolyan már kezelésbe kevenem a forgatókönyvírókat, hogy ne csak ilyen neveket adjél. Terike, most van, Marika játszott. Ez egy fiatal 20-asok. A másik. Borbás Gabi játszott. Borbás Gabi, már igen, hogy? Igen. Szóval hat. Igen. Egyet letevettem. Vili bácsinak is volt bokros csomagja. Igen. Jól van. Oké. Akkor, igen. Rami, ebben nem segítesz, jó? Hány szerelme románca volt Zsófinak? 11! 11! Na hát azt... Igen, mindenki mondtad egy számot. 11 összeör, 11 másodszor. 22! Ez a jó! Én a rokona vagyok a sorozatban, tehát mínusz én és a többi. Milyen rokonságban vagytok? Rami az én unokahúgom. Atyaisten. És a Péter meg a gyerek. Lassan, mint a Kelly Family, mindenki mindenkivel, nem? Igen. Tehát egy ilyen kibogozhatatlan. Hát ha bejön valaki új szereplő, és elkezdene neki mesélni, hogy amúgy ki hogyan van, és hogy kivel, az egy ilyen 10-15 perces sztori szokat tenni legalább. Igen, nem most kelljen elmondani. Egy ilyen nevesnek is kell tanulni, az a nehéz, mikor azt valakinek el kell mondani, mint szöveget. Hú, az kemény. Mikor egyszer volt, hogy bejött valaki, és kérdezte, hogy merre laknak a Laciék. És akkor mondom, hát fönt a másodikon, és akkor már rövök mindenki körbe, mert tudta, hogy 14 nevet kéne elmondanom, és háromnál nekem vége van. Merre laknak a Laciék? Te vagy a Laci, te hívj. Igen. Ki mondott 11-et? Te mondtál 11-et? Jó, nekem 10 van, de lehet, hogy mi aztán valakit kihagytunk. Á, biztos. 10-et? 10-et tudok. Ez nagyon kevés. 10-et számolt, hogy ugye Zalán, Bartazsolt, Berény Miki, Szilágyi Pati, Bali, Balas Imre, Erik, Vadász Feri, rajztanár. Rajztanár. Rubol Dödön alakította, Kertész Géza és Barta Krisztián. Így jön ki a 10 elvileg nálunk, de aztán lehet, hogy valaki kihagy. Ez is egy jubileum akkor. Volt egy lány is? Na, 11? Igen, és én ezt nem láttam. Volt egy lány. Nem, külön kifogjuk neked másoltat. Ilyenek történnek, és én... Komolyan, hát szólja. Megkomodani a rendezőit. Könnyű kérdés lesz. Ki tért vissza a Jedi stílusba a sorozatba? Vili Jedi stílusban kitérni. Így van, Magdényi, így van, oké. Jedi stílus. Ez mi volt ez a Jedi stílus? Ez hogy? Én nem értem. Szellemként megjelent. Jó vagy, én nem tudom én, tehát testnélkül. És valami bögrét fogdosottál. Az nagyon. Igen, hát ugye a szerencsétlen halála után. Értem be, igen. Elvágottál? El, teljesen. És ilyen kicsit ilyen interferálós kép volt, és azt mondta, hogy Obi-Wan tábornok. Én vagyok az anyám. Azt mondtam. Nem, az idős Skywalker. Egy az egybe. Egyre jobban lukos a cigány. Így is van, és a gázim is hasonló. Utolsó kérdés. Melyik színésznek van a legnagyobb lába? Hát a Dombokos Lacinak. A Dombokos Lacinak szerintem. Szerintem a Lacinak. A Bárkonynak. Így van. Így van. Itt kompenzáció. 48-as, ha jók az értesülésünk. 48-as. Igen. 48-as. Hát igen, de neki már nem kell cipni. Ez egyenesen arányos? Na. Nem.
Jött egy kétes rával, vagy fordítottam, tudod, Figyeljetek, jött egy-két hallgatói SMS, csak hogy megválaszoljuk azokat is. Willy bán, mit érzed, amikor felrobbant a pálinka főző? Nagy szomorúság. Hét nap hétélyes hírt a stúdióban. Szeretném az ilyen kérdéseket. Rami, a tűzoltó le fog varni? A tűzoltodát... Én most csak kérdezek, én ezt nem tudom, hogy ez most régi rész, új rész. Nem tud levarni homoszexuális. A Tóbiás fogja levarni a tűzoltó. Meleg tűzoltó is van a sorozatban? Igen. A tűz lassan el kéne kezdeni nézni. Van egy gyermekem, a legjobb barátom, aki meleg, és ő megtermékenyített engem, és neki a pasi a tűzoltó. Atya úristen! Ugye, ugye? Na, milyen sztori, mi? Volt egy profil. Profilváltás volt a BK-ban, én úgy látom, hogy azért itt beszéltünk. Figyelj, gyakorlatilag hétköznapi problémákat feszek. Meleg tűzoltó. Abszolút, igen. Azt mondja, Berényi Miki nincs ott, de remélem elküldte az aláírását egy Szalvitán kedvességbe. Ez egy másik történet, ezt nem biztos, hogy ismétlődik. Igen. Jön-e még vissza Magdélén szellemformában? Nagyon várjuk, kérdezi egy hallgató. Erről hát így ti nem beszéltek, vagy nem tudtok sokat. Mi is nagyon várjuk. Ti is nagyon várjátok. Megjelenik egy ilyen gömb, kicsit beleéget az aszfaltba. Néha így asztaltáncoltatunk és várjuk. Igen. És aztán pedig féltél dolgozni. Minden egyes papír alatt csinál, rá gondolunk. Kérdezem, a jövőben várható az Instán hasonló kép, mint a múltkori tücsis közös kép, mert az nagyon jót tett nekem, írja egy hallgató. Várható-e még ilyen? Szóval, mi volt? Hallgatók, de a piros csúnyán nézett a sarokból. Hallgatók, ha nem tudják, a Tücsivel a Rami posztolt egy, azt hiszem, hogy a közös nyaralás, vagy nem tudom hol, egy meglehetősen lengén öltözött. Nagyon jó, nagyon szexi kép volt, tök jól nézhetek ki. Egy fürdőruhás kép, de vadító volt. És volt rajta két ananász is, de ők nem látszottak. Igen. Azt mondja, hogy a BK-házban mindenkivel összefeküdt a 8000 rész alatt. Igen, csak én. Hallgató. Ne, azért vannak kivételek. Igen. Willy bácsi, mi a helyzet az isjászal? Szívesen segítek, masszőr vagyok, kérdezi Józsi. Neked isjászod van most? Van egy kicsi néha, de privátban visszatérhetünk rá. Igen, amikor ugye a sorozatbeli karakter hasonlít az igazi karakterhez. Olyan van, hogy szóltok, hogy valamit emeljenek át? Vagy valami jó lenne, ha megjelenne? A gázit szoktuk, de nem. Emeljék át a 90-es évekből. De hogy valami történik veletek, és az emberek mondjuk azon látható nyomai vannak, vagy egy hajváltozás van, vagy mit tudom én? Hát szerintem azért a dramaturgia figyel rá, mert sokszor észreveszük, hogy bekerülnek privát események a forgatókönyvbe is. Ja, lehallgatják a telefonbeszélgetést. Finomabban fogalmaz. Megkövetik a Facebook profilunkat. Ilyenek. És nézik. Igazából mi írjuk a sztorit. Puszilunk, köszönjük szépen, hogy vagytok, vigyázzatok magatokra. Köszönjük, hogy eljöttek. Köszönjük szépen, és gratulálunk az egész BK-nak a 8000. rész, gyerekek. Hát azért ne a talappal. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Azért maradtam egy picit csöndbe. Mert gondolkoztam. Hogy? És nézem Ferit egyre gyanúsabb. Mi? Te vagy a kém? Nem vagy lehet, a kém? Én nem lehetek kém. Miért nem lehetsz kém? Azért nem lehetek kém, mert a kém az álcázott dolog. Az egy álcázós történet. Te vagy a kém? Hát ha valaki kém egyébként itt... Te maradtál, Jani. Te nem, vagy a kém? Nem én, Jani kám. De mégis játszunk el a gondolatot. Hmm. Miről van szó valójában? Arról van szó, hogy majd ide hozzánk beépül egy titkosszolgálati munkatárs, és figyeli, hogy mi mit csinálunk, hogy aztán tudjon jelenteni? Így van, jön egy új, hát ez érdekes. Új melós, valamilyen pozícióra, akit beültetnek itt, és azt mondják, hogy ezentúl ő a nem tudom kicsoda, és egyszer csak, tehát amikor itt csúnyogva oldalt néz, látod, hogy ez... Hogy fordítva van a kezébe a magyar nemzet. Na már akkor játszunk el a gondolattal, új ember jön ide, aki titkosszolgálati ember lesz, vagy egy régi embert szerveznek be. Ugye nem mindegy. Egyáltalán nem. És csak meg, hogy ki kezdett el mocorogni? Az ül azonnal felállt a rémet. Tehát... Tehát hogy van ez? Azt nézem, hogy ma gyanús-e valaki ma reggel. Szerintem... Nézlek benneteket, ti egyelőre nem viselkedtek gyanúsan. Zsül ezzel a fura járkálással egyébként egy kicsit egyre gyanúsabb. Az a leggyanúsabb, egyre aki gyanúsabb. Nem gyanús egyáltalán. Hogy néz ez ki a valóságban? Egyszer csak itt reggel megjelenik nálunk majd valaki, és azt mondja, jó napot kívánok, Horváth Ádám vagyok, a kém. Hát ezt nem mondja szerintem. Miért pont Horváth? A feleségem is Horváth, ez Horváth nem jó. Jó. Horváth. Akkor. Kis Ernő vagyok. Vagy Nagy Péter. Én vagyok vagy a kép. Damjan is jár. Igen. Én vagyok a kép. De mondja, hogy ő kém.
Hát csak nem mondja. Na de várj, hát most ide hozzánk be kell, hogy jöjjön. Akkor azt mondja, hogy jövök kávét főzni. Szeretlek benneteket, minden nap kávét fogok nektek főzni, és friss süteményt fogok hozni. Mi ennek megörülünk? És minek jönne ide? Hallja, hogy mi történik a rádióban. Azt akarja hallani, hogy mi történik megszólásokon kívül. Hogy mit, igen, hogy mi történik valójában a rádióban. Mi történik valójában a rádió, mert azt hallhatja a kém, hogy itt mi most miről beszélünk, mert adásban beszélgetünk. A kém tudni akarja, hogy mi történik megszásokon kívül. Vagy beépül egy titkosszolgálati ügy, hogy nem titkos, én tudom, hogy ő a kém, de ő nem akarja, hogy tudjam, hogy ő a kém. Vagy akarja, hogy tud, hogy ő a kém, csak közben ő kémkedik. Érted, hogy milyen nehéz ez? Illetve, ha mi nem itt gegelünk, hanem mondjuk elmegyünk haza, és ott, akkor elviszük magunkkal, hogy ott is hallja, hogy miről beszélünk? Ugye mindig itt történik az a műsor előkészítése, a másnapi témák megbeszélése. Telefonon beszélgetünk, jövünk, megyünk. Ugye hát egy csomó minden történik. Jön majd, és ott ül mellettem az autóba, és hallgatja, hogy miről beszélünk. Az a baj, hogy dolgozz csak, Balázs, dolgozz csak, én csak itt vagyok, jegyzetelek, nem csinálok semmit. Elmehetek veled hazáig. Én közben beszélek a Lacival éppen arról, hogy mi lesz az adásban, és így jön velem. És most kimondtad a nevet. Ne, a Laci a szerkesztőnk, a kém nevét nem tudom. Laci a szerkesztőnk? Egyáltalán Lacinak hívják? A szerkesztőnk? Valaki mostanában gyanúsan viselkedett? Lehet ő a kém? Vagy ők most kezdenek majd el beépülni hozzá? Ki az, aki állandóan hangfelvételeket hallgat ebben a rádióban? Hát hiszen a kémkedésnek az egyik alapvetése a rögzítés. Hát ki az? Nézzél oda! Bizony. Ott a kém, neki mindene megvan. Nem bízom bennetek. Figyelj, Anna reggel sokat telefonál. Anna nagyon sokat telefonál. Lehet, hogy ő a kém? Ő az, aki viszi az információt? Ki? A kém. Te vagy a kém? Nem én vagyok a kém, azt is megmondom, hogy miért. Ez igaz, hogy én éjjel-nappal telefonálgatok, viszont semmilyen info nem megy át rajtam, hiszen telefonálgatok. Hiszen tehát mit mondjak a hallgatok? Telefonba? Ez is igaz. Milyen infót? Hiszen nem vagyok köztetek. Egyébként tudod ki a kém? Én rájöttem. Az Antalvali. Ritkán jön, két hetente jön, itt ül utána tízig. Egész fura, nem azért mondom. Tízig itt ül, ugye? Mert múltkor megkezdem, Vali, nem hívtunk neked taxit? Nem, nem, csak itt üldögélek. Tehát mindenki legyen gyanús mindenkinek. Most miért vagytok csöndben? Ja, én csak azt hiszem, hogy az egyik hallgatott fekete listára rakom. Szóval te vagy a kém. Szűröd a tartalmat. Vagyis cenzúrázol. Természetesen. Ő a kém. Az ellenzéket. Most nyírom ki az ellenzéket. Hello, Csabi. Jó reggelt. Én vagyok az? Nem tudom. Gyanús ez a fekete póló. Még én sem. Valaki megkereshetne. Hogy lesz valaki titkos szolgálati kém, ha ő elmondja, hogy én jöttem azért, hogy figyeljen? Holantól kezdve nem titkos szolgálat, hiszen tudom, hogy ki ő. Nem tudod, de hogyha Csabinak véd, a testén vagy... találunk valahol egy 3x3-as tetkót, akkor azért az gyanús. Téged véd, vagy másokat véd tőled? Ez is egy jó kérdés. Ez is egy jó kérdés. Mi ez itt? Mert ha téged véd, akkor el kell, hogy mondja, hogy ő azért van itt. Ha másokat kell megvédeni attól, amit te mondasz, vagy teszel, akkor nem fogja elmondani, hogy ő azért jött. Van valahol egy hely, ami titkos kémképző? Hogy lesz valaki kém? Az egyik kém tudja a másik kémről, hogy ő kém? Nem, csak ha kémked után. Mi van, ha két kém kémkedik egymás után? Az már de mindegyik jól leplezi, hiszen akkor... őt kiképezték, és a két kém nem tud meg egymáson információt, szerint én is kém vagyok, te is, és akkor... egy ilyen megoldhatatlan, örök, fura helyzetbe kerülnek, ha semmit nem tudnak meg a másikról, hiszen mind a kettő kém. Ez egy olyan paradoxon, aminek az a következménye, hogy kioltják egymást, tehát hogy a kém kémkedik egy kém után, akkor az kémkedés. Nem kémkedés, mert hogy a tolvajtól lopsz, az nem bűn. Így van. És mi van, ha a kémet annyira jól kiképezték, hogy ő se tudja, hogy kém? Na ez az. Ugye? Na akkor mi van? Maga a kém? Nem. És tényleg nem. De ő a kém. De maga sem tudja, hogy ő a kém. Uh-huh. A bicsárját. Okos. Hamarosan megérkezik telefonos applikációra. Harcosok klubja applikáció tölthető le. Kérem szépen. Harcosok klubja applikáció. Ez arról szól majd, hogyha valaki verekedni akar, és van neki harcosok klubja applikációja, akkor ez olyan, mint amit a gay radar, hogy megnézed, hogy van-e meleg a közeledben. Aha, ez most megnézed. Miért? Hát ugyanúgy működik a gay radar, ugye, hogy megnézed. Én hogy... miért nem tudok ilyen példákat felhozni, vajon miért? Na, mi csinálja? Mert ortodox, hetero vagy? Nem, már nincs baj, semmi olyan melegekkel, a gay radar az arról szól, hogy te meleg vagy, megnézed, hogy mit vagy Debrecenben, hol van a legközelebbi meleg a közeledben. Van ilyen, és akkor eljön, 600 méterre tőled ott van a legközelebbi meleg. Ráüzensz azt, hogy itt ülök 600 méterre, nézzél vissza, nézz, tetszel. Ez nekem nagyon tetszik. Ez a gíra szép adatok. Nem ismerted? Ne. Hát ez olyan, mint a vitamin. Nem bánom, hogy... És normálban nincs ilyen? Dehogy nem. Hát ott a Tinder, ott egy csomó minden van a normálban, ami arról szól, ugye, hogy megnézheted, ki hol van, mit csinál, és mennyire van tőle. Tehát van már egy csomó ilyen... Kinek van most bekapcsolva a gíra darja? Mit jelez? Na, mit mond?
Igen, így vagy. Megnézem. Hogy hívnak, nem mondod a nevedet. Laci, Laci. Várjál, Laci, megnézem. Jani kérdésére mit jelent ez? Laci rámutatott Jani. Nem jelezte a gép. Várjál, visszalájkollak. Te is fönn vagy. Na, de nem erről akarok beszélni. Harcosok klubja applikáció. Na. Ez arról szól, hogyha verekedni akarsz, valakivel legálisan, úgyhogy ő is benne van a bunyóban, és nem arról szól, hogy nyilván kinézel egy gyengébet, az jó, megvered, mert az ugye nem szép dolog, akkor megnézheted, hogy esti bunyóra ki az, aki a közeledben van, megbeszélitek, hogy hatkora izé bár a kacér gilisztához előtt, lementek. Úristen, ez jó, nagyon hol? Ez honnan? Ez Peterdi Pál volt. Jó, hát én is nézem a mikroszkópszimot. És jó hülyére verjük egymást. Szeretjük ezt az applikációt, vagy értelmetlen? Szimpi. De elmennétek egy ilyenre? Verekedésre? Én valószínűleg nem, én valószínűleg félnék. Tehát én képernyős vagyok, nekem kimenni kell az arcomat. Hogy ez csak nem miatt, nyilván. Képernyős vagyok. Annyi meló van ebben az arcom. Kimenni kell az arcom. Csak de testre. Nem rossz. Van ilyen csak testre. Te úgy mennél. Hát lehet, hogy vele egyébként érni. Tényleg. Ugye? Kikivel verekedne szívesen, tessék, ha egy ember lenne, drága Debreceni. Kivel? Van ellenség? Van, akivel hogy szívesen megmérkőzni? Akivel úgy jó lenne, Isten igazából birkod? Pontosan egy barátom, aki nem adta vissza még a pénzt, amivel no, tartozik. Mennyivel tartozik? Ó, nem sokkal, csak egy ötössel. Hogy hívják? Robi. Robi, meg leszel keresve. 5000 forinttal tartozik? 5 millió. Hát elmentünk bulizni még vagy 2 éve. Igen. Aztán még az volt azt mondja, hogy ó, majd ha kapok fizut. Mondta, hogy nem akarom fölváltani a 10000-esemet, nem adjál már igazt, ugye? Csajok, esetleg valaki, tessék, kivel? Na, kivel mérkőznétek meg szívesen? Kit tépnél meg nagyon szívesen? Tegit. Ő melletted? Ja, jó vár. És mi a baj vele? Nem tudom, néha idegesít. Most ti barátnők vagytok? Mert egyébként itt tök jól áldogáltok egymás mellett. Barátnők vagyunk amúgy, igen. És Dizsiben összeverekedtetek? Igen, volt, már igen. Mond valamit, és nagyon felidegesít vele. És akkor verekedtek egy jót. Igen. Hát erre jó az alkalmazás. Te fizetsz. Igen, az a szó, megint te fizetsz, igen. Jani, neked valami, amit sose használtál, most én is nézem a sajátomat, olyan, amit letöltöttél, de a büdös életben nem használtad. Mondj egyet, tessék. Van egy ilyen spórolós applikáció. Ne, ne hülyéske! Miért gondoltam? Itt van például ez az alkalmazás is, ami le van töltve nekem. Tessék, hát ezt mennyit használtam? Hurkaradat.com. DJ Dominik. Ja, DJ Dominik alkalmazása. Ne csináld már. Hurkaradat. Azt én orral csinálom, apukám. Nekem ahhoz nem kell telefon. Találd meg a kóbász, hol van a közelben. Igen, hol van a közelben. Jelesd be, hogy a Csabai vagy Gyulai. Sülcsász. Új, de finom. És a DJ Dominiknek minek van applikációja? Új kobak kendő eladó? Vagy mi? Tehát most komolyan. Nem tudom, ott vagy benne, vagy nézd meg. A legizdább alkalmazás, amit én találtam, nincs letöltve, mielőtt azt gondolnátok, csak egy ismerősöm elküldte, I am rich alkalmazás, ami arról szól, hogy egy gazdag vagyok, 100 euróért letöltött, 100 euróért is ott van a telefonodon, hogy I am vajon rich. Miért nem én találok ilyen alkalmazást? Toilet time a WC-zési időt méri. De mi, ahogy beüt, paf? De miben különbözik a stoppert? Én bemegyek a budira, nyomok egy időt, és méri, hogy mennyit ülök a budin? És amikor kijössz, akkor nyomsz még egyet. És akkor heti összességben megnézhettem, hogy mennyit ültem? Hát, igen. Az menő egyébként. Az éve, menő. Szinte hány napot voltál? Igen, persze, és hogyha a ketyegését az vagy, hogy... A legostobább alkalmazás a Tamagó nevű játék. 1 milliószor kell egy tojásra ütni, hogy a végén kinyíljon. Ennyi. Sem ennyi. 101 szexpozíció. Mire megnyitnám, már túl vagyok a témán a feleségem, mert ez Balázs kötelek. Van ilyen, hogy 101 szexpozíció. Gyerekek. Scooter alkalmazás. 1 euróért üvölt minden gondnyomás. Ez jó! Tényleg, megnyomod egyre és üvöd, hogy scooter! Nekem van Stevie Wonder szimulátor. Az egész csak egy nagy fekete képernyő. Nem, személy. Ha használom, mindig megnyugszom. És most, hölgyeim és uraim! Klassz FM hallgató! Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve.
a Best of Morning Show. Gyerekek, Depeche Mode, itt jó. A Morning Show-ban, a Klasszon, hát mennyire örülünk az ilyen klasszikus, régi, generációs élményt nyújtó zenéknek, nem? Mert jó, biztos a fiataloknak, és azért is játszunk olyanokat, hogy legyen MKO, meg TVKO, meg MMFKO, meg... MMFKO. Tegnap a Csabirában, ami MKO, MKOLO, meg ilyen zenekar neveket látok, hogy egyszer rájövök, hogy kezdek baromira öreg lenni, és megörülök egy Depeche Mode-nak, és mint régen apám a kadlott karcsira, én a Depeche Mode-ra érted, itt rázom, hogy úristen, de jó. De legalább ez egy minőségi ugrás, úgy érzem, és ezzel nem akarom megbántani a karcsit, hiszen én jó, hogy tisztelem az ő munkásságát, hisz hallgattam én is eleget gyomlálás közben kint a kertben. Hidd el, hogy azért apám jó voltából. Generációk nőttek úgy fel, hogy a szülők zenéjét kellett hallgatni, nem? Hát ezt tényleg gondolkozzon el mindenki. Hogy te meg örüljél azért, mert neked rakabili volt a faterod. Várjál, mondom, kadlott karcsi, ha megunta, akkor azt mondta, jó étvágy az ebédhez, addig bizottság. Na, ha nem már bizottságot és kadlott karcsit hallgat, széles palettám az volt az öregkel. És imádom, ugye, és ő ott ültünk az ebédnél, és berakta a bizottságot. És egy régi nagy beak hangfalakon, brutális high-tech technikát, sőt, hogy elektroműszerész. Kanalasztátok a borsolevesőt, hogy szerelem. Már megint izzad a tenyén, csak ültem a tesómmal, a kis rövid nadrágomban, az elő bilire vágott hajammal, érted, és nem értettem, hogy mi ez a zene. És mondta a tesóm, hogy menjünk üveggolyózni, és mondtam, hogy jó, menjünk, csak ne kelljen ezt hallgatni. És akkor jó kedvük volt, akkor meg 3+2, még a híd alatt, volt minden. Nálunk, ha jó kedve volt apámnak, hanem akkor is mindig ez volt, hogy hey, törigó részeges lőelítik a zabárát. Ugye, hát... Nálunk korvátista volt az Isten. Nekünk úgy kellett felnőni, hogy a szülők zenéjét hallgattuk. Ez erről szólt, nem? A szülő zenei ízlése, nem azt mondom, hogy határozta meg a te ízlésedet, te egész egyszerűen nem tudtál hova menekülni, nem volt még saját lakásod, nem mentél el, bementél a szobába, de hát ők hallgattak ugye zenét, és akkor feltették a vagy bizottság... Vagy felhangosították, hogy te ne halld a mellékzőreket. Este tízkor nem szólt bizottság. Mondom, milyen zenéket kellett nekem még hallgatni. Hallgatott például Ten Years After-t, imádta. Tehát az nem értettem, hogy mi csak mindenkit visongolt, közben aztán 3+2-t, aztán bizottságot, néha berakott egy kis Pink Floydot, kicsit nagyon értettem. Csapongott az öreg. Igen, de mindenből csak a jót. Igen. De nem mondta, hogy nem a széles. Műfaj, sok műfajt, de mindig a műfaj legjobbjait vonultatta fel. Hány hallgatónak van meg az az élmény, hogy otthon kis üveggolyózás közben kis nadrágban bubira vágott frizurával ül, és hallgatja a szülő zenét, egy magnó volt, nem hallgattál a saját szobába külön zenét, egy magnó volt, két kazettás, egy kazettás, hallgattad, amit ők hallgatnak gyerekként. Mindent értek, hogy ilyen vagy. Mindent. Érted? Hát most csodálkoztok, hogy ez lett belőlem. Kombiné, 3+2 híd alatt, úristen, mi volt az a szomorú szám, hogy majd elmegyek én, és a falumból, ha visszajövök, az lehet, hogy nem kicsin 3+2. Kicsin falumot születtem én. Mi is hallgattuk. És ültem, és tudtam, hogy 8 éves vagyok, és nem értettem, hogy miért kell nekem a szomorúnak lenni, de szomorú vagyok, mert ez a dal szomorú, érted? És egyébként együtt volt vasárnap a család, érted? És minden rendben falum, és nem értettem. Mi a címe? Várjál, mi a címe ennek a dalnak? Hát ez az ebben belehallgatunk. A szöveget írd, vagy mi a címe? Ne hallgassunk be, elég szomorú leszel. Mi ez? Kicsiny falum, ott születtem. Én, nincs ott lámpa, nincs ott gyertyafény. Anyám, és az a vége, hogy anyám, mondj el értem egy imád. Anyám, mondj el értem egy imád. Tényleg ez volt. Figyelj, mutatom. Vasárnapi ebéd 10 éves Bazsijéknál. Jó? 11 éves Tamáséknál. Ez a rántott húst. Ez a rántott húst, Balázs. Látod, nálunk van világítás. Halkíts le a rádiót, mert a gyerekek nem tudnak enni. Az Ubisoft, kinek csináltál nekem? Hadd is alám. Könyvet teszek a hónod alá, ha nem tanulsz meg rendesen enni. Hogy fogod azt a villát? Egy falat kenyér, egy falat petrezselymes krumpli. Szarok rá! Ne, ilyen, sose volt. Magyar vagyok, így mulatok! Meghittem vacsoráztunk, vagy meghittem ebédeltünk vasárnap. Soha, magyar vagyok, így mulatok, igen. Nálatok mi szólt? Tessék, nálatok mi volt? Milyen egy ebéd Janéknál? 1900, mikor 70-es vagy? 1978-at írunk, 8 éves vagy, tessék, milyen zene szólt? 10 éves vagy, mondj valamit, amit még megtalál. 8 évesen, nem? 10 évesen, amit apád, apád is be tudom mondani. Horváth Pista, bármit megtalál. Horváth Pista. Ennyi, így van, így van. Horváth Pista, gyakorlatilag tőle bármit. Horváth Pista. Azt mondja, hogy Horváth Pista. Kattints rá. Bocsássa meg nekem a világ. Legyél bátor, dobd be. 1977.
Janiéknál ebéd, hol ebédeltetek helyileg? Az asztalnál. Meg fogsz lepődni, székeken ültünk egy asztalnál. Lőrinc, új szász. Figyelj, 78, ho, nem, 78, persze, Lőrinc, Nagybecskerek utca, albérlet. Tegye meg nekem az én közönségem, hogy ebben a dalban az én lelkem, szívem is benne van. Jani! Úgy de jó, na, megint szandálba és zokniba ültél le ebédelni. Megmondtam százszor, bebüdösödik a lábad. Vedd le a zoknit. Mosolyog a kezedet, Janika! A másikat is! A tyúkokkal játszottál, csupa tyúkszar vagy, mielőtt odaülsz az ebédhez, mossál kezed. Nem? Igen. Tojásokat behoztad? Jó van. Mondd, Feri, mikor születtél? Te is 70-es vagy. 70 nálunk, apám az volt a kedvenc dala, az egy dunaparti csónakházban. Ez ki jön? Fogalmam nincs, ki énekelte. Mindenki elénekelte. Vasárnap ott ütél a kis rakott krumplidda. Igen, és ez az elvágyódás volt, érted, a porosúi kígyósból. Hát hol volt nekünk Dunánk, meg csónakázunk? Sehol. Jó, dunaparti csónakház. Oké, figyelj. Azt mondja, hogy egy dunaparti csónakházban, azaz. 1952. Bizony. Jó, 1980-at írunk, ti hol ebédeltetek? Volt konyhátok? Dehogy volt, semmi, a disznóhád. Miért mondod, volt nyári konyha? Ja, tényleg a kiskonyhába hátul, de ott voltak mellettünk a jószágok is. Már aki túlélte. Na, oké, tehát 1980-ban vagyunk, Ferike 10 éves, vasárnapi ebéd van, ezt a zenét hallgatott, tessék. Látod, milyen vidám? Ott ülsz 10 évesen. Ez ma a legnyomasztóbb. Hallod? Micsoda kórus, és ez vidám. Fogadj, hogy apák pár tag volt. A dunaparti csónakházban. Nagy a jó kedv, érted? Nálunk pozitív volt az egész vasárpébé. Feri, vége az ebédnek, edd meg azt a kanál vitakolánt, abban van a vitamin. Nálunk nem lehetett beszélgetni ebédkor. Nem volt? Milyen sallert kaptuk apámtól? Beleborultál húslevesbe. Tényleg. És ezt erre a zenére ebédelt. Egy idő után megvidámodott az öreg, nem? Vágjuk le egy disznót! Na is! Ezt nem mondta, minden nap levágtunk. Atya Isten, egy dunaparti csónakházban. Gyerekek, az én apám, komolyan mondom, a Pink Floyd-dal, meg még a bizottsággal. Egyébként hozzátok képest, már mi egy követ fújtunk. És most Lenny Kravitzet hallgatsz. Látod, milyen messze esett az almafáj? Atya Isten, nekünk még ez is volt. Figyeld, mutatom. Csak mondom. Közben minden hallgató írja meg nekünk, jó, hogy mit kellett szülőként hallgatni. Jó, mert nálunk ez is volt, figyeld, megőrülsz. Ezt a korai időkben én itt még nagyon fiatal voltam. Hombodó. Na, ne! Megvan mi ez? Nem ez esténként, amikor nekünk körülvágás. Mindjárt valaki agyonlődi magát. Szomorú vasárnap. Hajvágás, körömvágás, és apám föltett egy ilyen kis bakelitet. Csak a hangulat kedvéért. Gyerekek, hogy lettünk mi ilyen normális generáció viszonyban? Hát, nehéz. És a mi gyerekeink hogy lesznek normálisak, ha mi ilyen zenéket hallgatunk, amit ők egyáltalán nem akarnak otthon mondjuk hallgatni? Nem? Vagy a mi gyerekeink és köztünk kisebb a szakadék zeneileg? Mert én például Gánzt hallgatok, a Benny imádja, aha, és mondja, hogy a My Michelle, vagy a Mr. Brownstone, vagy a Paradise City, és ülünk a kocsiba, és bömböl a Gánz. Tehát nincs akkora szakadék. Nem hallgatsz Akácos utat, nem? De igen. Jó vagy, te igen. Én szeretem. Igen. Igen, te igen. Ugye, nincs akkora szakadék, hát, nem? Hát én, mert a te apád egy ilyen multikulturális fazon volt, tehát hogy ezért nála elég széles palettáról volt merítve a zenei kínálat, ellenben nálunk. De mi legalább tudtuk, hogy merre nem menjünk. Ja, ugye? Így van, nekünk előttünk ott volt az a példa, hát láttuk, eleget hallottunk, jól laktunk vele, köszönjük, egy életre elég volt. Ugye sose felejtem el, vasárnap nem múlt el úgy ebéd, hogy Cigány György ne kérdezzen, az megvan? Hát persze. Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez Cigány György úgy, hogy te nem értetted, hogy 10 évesen nem értetted, hogy van olyan ember, aki betelefonál válaszol egy ilyen műsorban. Nagy bajomi József, négy nyugdíjas. Nyugdíjas, gyerekek, lejátszottak ilyen, és azt is bemondta, hogy Wagner 7., 8. Rimszkij-Korszakov korai időszakából hallottunk egy részlet. És álltál ott a konyhádban, a kis rövidgatyában, érezted a palacsinta illatát, vártad, hogy belekerüljön a töltelék közben. De apád beleordibált időnként. Nürnbergi mesterdallomok!
És telefonált, nem volt telefon, az helyszíni játék volt, mindig valahova oda kellett menni. Hát, vagy oda mentek, igen, ugye, a nem, te csak hallott, hogy aki válaszol, igen, mit tudom, kis ilóka. Lohengrin, Lohengrin, te gyökér. És gyerekek, és egyszerűen tudták. Na csak mutatom, figyelj, ja. Mit hallottál vasárnap? Mindenki konyhájába 1985 mondjuk, a mi generáción kisnadrágban várja, hogy elkészüljön a húsleves és a túros palacsinta. Anyád, aki egy művelt asszony, közben ezt hallgatja. Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Hát nem mondjátok. Aki kérdez, Cigány György. Aki válaszol, Csepkovics József, Lakatos. Sose tudjuk meg, ki válaszol. De mindig így, volt valaki. És azt mondtad, hogy jó, akkor bemegyek, inkább játszom a katonáimmal. Nem? És az volt, hogy nem volt, legtöbb esetben nem volt flott utána a névnek a bemondása, hanem mindig egy kis szünet, kis lámpaláz, kis mikrofonláz. Aki válaszol... Igen. Na, mondja már. Igen, mondhatom. Tényleg. Mondjad már. Ja? Igen, és gyerekek, ez a 60-as 70-es évektől ment ez a műsor, tehát hogy ez van, meg nem is voltunk, ha gondolat se voltál még, te se, és már a szüleink, nagyszüleink már, aki kérdez Cigány György, hát ez nekik egy nagy klasszikus, ma ezt egy 20 évesnek ilyen elmondod, nyilván nem tudja, és nem is kell tudnia. Tehát te tényleg erre álltál ácsingózva a túros palacsinta után, kis zokniban, szandában, rövid gatyában, a konyhádban, és vártad, hogy kész legyen a vasárnapi ebéd? Hát mi is többet hallgatok a déli muzsika szót, mint mondjuk a Szabad Európát, az is biztos. Igen, akkor ezt nekem. Nálunk nem lehetett fogni. Jaj, de szeretem. Jaj, Istenem. Szóval visszatérve a Depeche Mode-ra. Ezért van az egyébként. Például a legutóbb, amikor voltunk egy ilyen vendéglőbe, és azt hallottam, hogy a teraszon megszólal egy hegedű, már rögtön oldalasztam lefelé a pince helységbe, mert hogy tényleg, őszintén mondom nektek, hogy abban a pillanatban, hogy én ezt meghallom, hogy csend, és beszáll a banda. Én befeszülök. Abban a pillanatban én hazamegyek. Én befeszülök. Elmegyek onnan, elköltözök. Ugyanígy vagyok, leszállok. Mikor bementem egy étterembe a Vikivel, és nagyon helyes cigány zenészek, de ahogy kell, tudod, Isten igazából húzták, már láttam, ahogy meglátnak, ülünk ott a kis vaníliasodónk felett, meglát, tudod, a vezető, és az oda jön, asztalhoz áll, tudod, fészkelőd zavarba, vagy keresel egy 500-as, nem tudod mit csinál, és fél óráig nem mennek el. Mondtam, Viki, éhesek maradunk. Vagy elővettél egy húzást. Homlokra, pihenjetek, srác. Nekünk ezt most ne. Én se tudom ezt valahogy kezelni. És hát szenzációs SMS-ek a hallgatóinktól. Kétféleképpen zajlik a dolog, néhányat beolvasok, néhányat pedig be is játszunk, mert hát nagyon-nagyon sok van. Valaki például hát a zárajékat írja, ezt nagyon sokan elküldték, hogy ugye van a csicsat, és van a másik, ami nagyon jó volt a zárajéktól, a homokóra. Jézus Mária, maga az elmúlás. Többször úgy érzem. Atya úristen. Azért, atya, de a csit csak most maradt csendben, az jó volt, mert az vidám volt. Az jó volt, de a homokóra csak pereg. Jó vagy, kedves, mindjárt elmegyek. Mint a nem így lett volna. Rosszul emlékeztem. A gyerekek gyönyörű egyébként. Volt mondani való. Szeretném a homokórát megállítani. És akkor itt betekapcsoltunk. Szeretném az emlékeimről elfelejteni. Istenem, és apád énekelt, anyád énekelt, álltál, ha nem volt esó. Ha volt esőd, bemenekültél a szobába. Jó. Sok hallgatónk írta. Nagyon sok hallgatónk elküldte, gyerekek, nem hiszitek el, apám Bad Boys Blue-t hallgatott, a hidegrázott tőle. Mutatom, hogy akkor mit hallgatott. Hallgatónál vagyunk, jó? 1988 99-eket, mikor volt a Bad Boys Blue? Döbbenet. Rám ne nézd. Nálunk se hallgatták. Drága hallgató, ott vagyunk a te lakásoddal, a te konyhádban, vasárnapi ebéd, töltött káposzta, húsleves, apád pedig azt mondja, anyjuk, ja, nem így beszél. Ja, igen. Hát az én nagyfaterom volt, elnézést. Berakok valamit, Jani. A Mambo Magnolet, a Bad Boo. Igen. Istenem, becsukom a szemem, és ott vagyok a csillagfénydiszkó. Forognak. Nekem apám ilyet nem. Apám ilyet nem. Egyáltalán nem. Na fél, jön a refén, de megvárjuk. Rám lökként egy lány a kóláját. Rám hát a húsleves fiam. Apád egy üveg kőbányaival táncol. Igen. A linoleumon. Leönti a nagymama szemüvegét. Nagyi nem érti.
üldögél, és azt mondja, hová tart ez a világ. Jó. Nagyon sok helyen hallgattak 3+2-t például. Konyha, ebéd. Kombiné, hát a legnagyobb. Hát nem, akkor ott vagyunk a hallgatóink konyhájában. 3+2. Ez is mikor? 90-es évek eleje, ugye? Hát az körülbelül 80-as évek. Igen, 80-as évek vége. Anyát szól. Gyertek ki a szobából, kézmosás, igen, kész az ebéd. Apátok be akarok nyomolni, gyertek inkább a szobából, mert megfogáltam. Józsi, a gyerekek már az asztalnál ülnek, ülj már te is az asztalhoz. Mi? Jó? De ezt még berakom. Aha. Igen? Kombiné, kombiné, a csikis kombiné. Gyerekek. Még az éjjel felhajtom majd én. Hány lakásban szólt ez? Igen. Apa, én az udvaron eszem meg a pancsit, nem baj? Üljél vissza azonnal! Na figyelj! Repék kislán, nem lesz baj, majd a paplan mit akar, majd a paplan mindent eltakar. És volt benne némi erotika, és te gyerekként érezted, aha, hogy némi. A paplan eltakar, a híd alatt, Margit híd, csipkésbugyi, tetszett is a dolog, még nem is értetted, de tudtad, na, hogy miről szól, ugye? Na. Tudtad, hogy miről szól. Gyerekek, hogy mi mit hallgattunk? Elmondom nektek, nem zenét. Hajóvonták, találkozás a tilos. Na jó van, drágák vagytok, köszönjük szépen az SMS-eket, hát szerintem ez mindenkivel érzékeny hurokat pendített, ugye, az ő gyermekkora. És elnézést, hát hogy megríkattunk benneteket így korán reggel. A Best of Morning Show. Összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Ha olvastatok arról a családról, aki egy medvével él együtt. Jaj, de igen. Láttam a képeket. Igen, egy hát, család. Még a videót is láttam. Egy család, akik hát, egy medvével élnek Sztyepánnal. Együtt. Hát ebből már a névből is kiderül egyébként, hogy megint kalandos életét élő oroszokról van szó. Igen. Ők azért nem viccelnek. Medvével élnek együtt, 136 kilós súlyú egyébként. A medve 2 méter magas, és hát ő ugye mindennek tűnik csak békés családi kedvencnek egyébként, nem? Annyira eredményesen illeszkedett be a család élébe állítólag, hogy mindent közösen csinálnak. Nem úgy viselkedik, mint egy veszélyes vadállat, hanem mintha maga is ember lenne. 3 hónapos volt, amikor befogták, rossz állapotban találtak rá a vadászok, azóta egyébként, hát nem hogy egy cseppet nem agresszív, hanem egyáltalán nem próbál senkit megenni, ölelgeti a család gyerekeit, együtt olvasgat a családnak, tehát a családfővel, bármikor kapható egy ölelésre, étkezési szokásaik igencsak eltérnek, de egyébként odaül az asztalhoz, hogy elfogyaszt 25 kilónyi halat, tojást, zöldséget eszik, kicsit édesszájú, belehet a desszertbe, tévéznek együtt a családdal, vannak fotók vannak a medvéről, igen, hogy ott ülnek. Középen a medve, és balra-jobbra, hát két finoman elhízott. És tévéznek. Házaspár egyébként, igen, és a medve ül az asztalnál. A medvének akkora a feje, mint az asztal. És 136 kilós medvéről van szó. Nézzük az orosz X-faktort együtt. Elképesztő beteg. Mi történik Oroszországban? Tehát, hogy miért van az, hogy az oroszok egy picit mindent másképp látnak, mint ahogy mi látjuk, hogy szerintük ez miért normál, igaz? Biztos nem a savanyú borka. Tehát, hogy valami. Fölrakunk a Facebookra majd képeket. Lefotózták őket hátulról, elképesztő a kép, balra ül anyuka, középen egy rohadt nagy medve, jobb oldalt pedig apuka egy kapucnis pulcsiban nézi egyébként az X-faktor. Megcsinálták ezt a képet előről is, a medve átkarolja kicsit apukát, anyuka közben simogatja a medvét, a medve pedig úgy finoman ráhagyja a fejét apukára. Befeged. De közben egy böszmen a gyószág. Mi van az oroszokkal? Nem normális. Igen, tehát hogy ott azért valami van a levegőben. Valami van a levegőben, ami miatt ők egy picit talán másképp értelmezik a dolgokat, szerintük más a jó, meg más az izgalmas, meg más a veszélyes, tehát az ő veszélyfaktoruk az gyakorlatilag nullával egyenlő. Láttam a videót is egyébként, ami ez a híres kapcsolódik, és amikor Iván Ivanovics birkozik kint a kertben Sztyepánnal, akkor azért elgondolkodik az ember, hogy mi lenne, hogyha mondjuk Sztyepán egy picit mérges lenne, érted? Igen, mi van, Sztyepán nem kap reggelit és kicsit berág? Elfogy az apkása? Vagy elfogy a zöldség. Hogy tudnak egy szomszédba? De egy medve azért az... A falon keresztül, igen, az a baj. De az ösztöneiben azért az egy vadállat, nem? Hát, tehát próbálkoztak már szelidítani. Hónapos volt? 3 hónaposan találkoztak, de azért azt nem vered ki belőle, hogy azért így oda-oda kapjon, ha ő akar valamit, vagy egy vadállat. És odaengedik a kislányunkat is. A kislány, de egyébként fölülül elé. A kislány a medve meg alul átöleli a lábát. Ha. Hát komolyan, jó, hogy nem tesznek rá karúzót, és mennek el vele strandra. Igen. De mennyire durva lenne. Négy jegyet kérek. A legjobb egyébként a labdázós rész a videóban. Azt nem láttam. Labdáznak a medvével? De hogy így tudod, nem hiszed el, hogy Sztyepán nem tudja visszadobni a labdát, viszont elkapni el tudja. És mindig az van, hogy amikor dobsz neki egy labdát, akkor azt, ami nála van, azt lejti, és elkapja a másikat.
Szépán nem annyira jó még ebben. Ebben nem erős. Eltelt már pár év, de még ebben nem sikerült nagyon csiszolódnia. Na de várj, hol alszik? Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy Szépán menjél aludni. És akkor a házas pár lefekszik, Szépán még ad nekik egy puszit, elköszön Szépán, átmegy a saját szobájába, és lefekszik egy medve ágyba, magára húzza a kis medve takarót, kap egy kis medvés mesét, és elalszik Szépán, vagy kimegy a ház elé házat őrizni. A házi kedvencek nagy többsége az a gazdával alszik. Tehát bent alszik az ágyban a medve. Az ágy végén, persze. Most elfogadsz, Szépán? Brum, 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 brum. Jól van, Szépán. Jól van, Szépán. Látom, most elfogad, akkor irány aludni. Hát egy medve büdös, ugye? Én nem tudom, nem értem még egy szerint. Én voltam állatkertben, ott büdös volt a medve. A medve szerint nem büdös a medve. Akkor de várjál, mit csinálsz? Mi vagyunk a büdösek? Mosdatod a medvédet? Letusolod esténként? Aha. Vagy legalább hetente egyszer? Aha. És ott állsz hajszárítóval a nappaliban, hogy száradjon meg a maci? Szétfésülöd a szört a csúnyáján, és aztán beintim szappanozod? Na! Szépá! Nagyon beteg a dolog. Van egy olyan kép, amikor ők kertet gondoznak, anyuka kezében egy kis gerebje, apuka kezében egy ásó, Szefán pedig egy ilyen öntözőkannál. Teljesen betegek. Ők teljesen betegek. És a medve nem kicsi, basszus. Nem egy kis medvéről van. Ez egy óriási. Óriási. Egy óriási kezdem medvéről. Kezdem meg a postás becsenget. Ülnek a reggeliző és asztalán. És helyettes postás van, nincsen hozzászokva, és akkor Ivan Ivanovics. Ülnek a reggeliző asztalnál, joghurtot esznek. Az orosz házaspár egyébként valami kis teát iszik egy pici kis ugye szamovávról, Szefán pedig föltámaszkodva a reggeliző asztalra. Következő év, hárman fekszenek a kertben, fagylaltot nyalnak. Van ott hátul egy kutya is, de azzal senki nem foglalkozik, mert medve a sztár, a medve egyébként egy kanálból eszi a fagylaltot. És az utolsó kép, ahogy labdáznak, igen, a medve mindig elejtelap. Figyelj, tényleg. Nem normálisak. Viszi, ha elmegy otthonról, akkor beülteti a lavába, vagy a hát, ez egy jó kérdés egyébként, hogy megjelenhetek egy medvével. Hát egy moszkvics kabrióba legfeljebb. De otthon hagyhatod egyébként a medvédet, vagy ő elmosogat addig? Hát gondolom, rábízzák a házi munkát, nem? Konkrétan úgy birkózik a medvével, ahogy én szoktam a Benivel, vagy te a Somával. Tehát föltesszük a Facebookra a videót is. Figyelj, ez egy hatalmas állat. Azért valljuk be őszintén, még 6 éves gyereknek is vannak azért rossz napja, mert akkor picit megmakocsolja magát, és kicsit elkezd tisztizni. Most mi van, amikor Sztyepán elkezd tisztizni? Akkor 4 darabból összevarják a főnököt? Nézd meg például, milyen karmai vannak. Hihetetlen ereje van ennek az állatnak. Azért... Igen. 25 kiló élelmiszer. Amikor asszony kell küld vásárolni, hogy Szefán megéhezett, azért így szídnám az égieket, hogy miért lakik velünk egy medve. 25 kiló fölött kecsölsz minden nap haza, mert Szefán nagyon éhes, és egyébként azért nincs elhízva, mert imád labdázni. Gyerekek, nálam most kitört a házi állatőrület, ha már házi állatokról beszélünk minden. Ne engedj semmit, ne menj bele semmibe. Megbánod. Szeretnék kérni hallgatói tanácsokat is tőletek is, hogy tudok kimászni a törpe kameleon. És a teljes őrület van a családban. Mit találja ki? Hogy ne tehesse be házi állat a lábát hozzánk. De törpe kaméleon. Törpe kaméleon. Igen, és már kinézték, hogy van törpe kaméleon panzió, ha elmegyünk valóban. Normális. Nagyon jó. Kegyes hazugságot akarok kitalálni, hogy a törpe kaméleon nem bírja a villanyfényt. Vagy mit tudom én érted? Tehát valami megmagyarázni, megijed a redőny hangjától. Itt mindig valami kegyes hazugságot kell mondani, például, hogy én nagymama nem szeretné. Nálatok nincsen, nem támad fel még a gyerekben a házi állat igény? Nincs még ilyen, hogy vissza kellett verni a támadásokat? Budapesten nincs állat, tehát negyediken nem tartunk állatot. Velencén viszont van mindenünk. Képzeld el, van két kacsánk, aki vadkacsa, és bejárnak a lakásba, így nem is érted, azért meg van gyűrűzve. Öngyilkosok akarnak lenni. Igen, mondtam, az egyik belemászott a lábosba. Korosak vagytok, mert már persze, az egyik elkezdte kitépíteni a tollait, és belemászott a tessit. A másik beállt az zuhanyára, és pár forró vizet engedett magára, és fogott egy kés, és odaadta a Feri kezébe. Úgyhogy ott van sününk, ő is a kertben, van teknősünk, ő is, ő meg a tóból kimászik, ott a ház tövében rakja le a tojásait, tehát ott van állat, mondtam, hogy így bármit hajlandó vagyok tartani, de hogy én, mert tudod, mi lesz, ha kutyát veszel? Te fogod sétáltatni. Nem, 2 hétig fogja a gyereket érdekelni. Bérelni nem tudsz alkalmakra? Mit? Törpök a vélem? Mit tudom én? Hozzát a bodzoli esténként van neki valami, egy kicsit eljátszik vele a gyerek, megsimogatja, megeteti, megitatja, és akkor a bot hazaviszi, nem? Nem rossz egyébként, hogy egy vagy valami egzotikusabb, mint Madagaszkár, egy csótány, vagy én. De hogy örülne neki? Igen. Itt van Zsolt velünk, hello Zsolt, jó reggel, ciao. Van nekem 3 lányom, ebből 2 13-14 év körüli. Ajjajjaj. Intenzíven könyörögtek hetekig, hogy ők egy ölkutyát szeretnének.
ugye a párommal megbeszéltük, hogy hát elég necces, mert egy negyedik emeleti társasházi lakásban lakunk, hogy hogy oldjuk ezt meg. És abban egyeztünk meg, hogy fél év próbaidőt kapnak a lányok, minden kora reggel iskola előtt, tanulás után, délután, fél óra, friskutya pórázra, levinne az utcára. Így van, hogy a póráz is kézbe legyen, készülődni kelljen ezzel a dologgal azért. És fél év után gyakorlatilag három hónap után feladták, mert ugye ha reggel esett az eső, nem volt kedv lemenni a kutyával, ha este már hideg, ködös volt az idő, megint csak kevesebb volt a kedv, és három hónap után feladták ezt a dolgot. A hordonok beindultak, és inkább most már pasizásra váltották a plüskutya imádatot. Ez annélkül is beindult volna, tehát igen. A plüskutya sétáltatás nélkül is. Nagyon szeres összefüggés a két téma között, de szeretném neked bemutatni Bobit. Bobit, egy magyar vízle vagy egy úszkár? Nem, a pasim. Igen. Az ugye azért elég erős, és jött Bobi, a maga 180 centéve. A tanulság az, hogy három hónapig bírták a lányok, és utána de ez jó, ez egy jó módszer, ezt még nem hallottam, de ez tetszik. Ez tényleg kifejezetten jó módszer. Nem tudod, hol lehet mini kaméleon plüss figurát kapni? Kipróbálja. A kisebbik lányomnál van egy ilyen. Jöhet. Minden jöhet, ami plüssből van, és még nem igazi, hogy le tudjam a családot beszélni erről. Már a törpe sejem majomnál is tartottunk egyébként. Újra felkapaszkodik, 3 centis, vagy 4 centis az egész. Aha. Csodálatos. Nem vagy egy partvisel, hogy üldözöm le, a gyere le a tapétáról, mert megöllek. Másszál a tévémről, mert egy nyílpuskával szedlek. A tőltem méret az egy ilyen hívó szó, vagy az egy, amihez ragaszkodik? 10 év házasság után mit várjon tőlem? Ja, mondjuk ez is igaz. Na jó van. Szóval a csapataink harcban állnak, visszaverjük. Nem, egyelőre nem. Ne, ugye nem szabad hagyni, ugye? Ettől nem leszek rossz szülő. Nem. Kegyetlen, de rossz nem. És elbukott, ha az első megjön, akkor jön a következő is. Tehát ahogy az első állat hivatalosan betette a lábát a lakásba, ott vége. Jön a következő. Nem? De, igen. Nem, valamiben ki kell egyeznetek, amúgy is ott van. Tehát mondd azt, hogy mit olyan rédegen tartatok, meg mit olyan bodobácsokat. A kutyája bárkinek lehet venni. Igen, Lajos a bodobács. De Lajos a bodobács, aki hát minden szegletében felbukkam. Mindenhol ott van Lajos. Itt van Lajos a bodobács. Nem, itt van nálam. Nem. Open your eyes. Time to wake up. És most, hölgyeim és uraim. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. János, Ferenc és Dombi így áll össze a ma reggeli hármas. A jó reggelt! Neked szól. Köszönöm szépen, mindig jó hazajönni. Így van. Mindig halljátok, amikor felveszi a fülesét a Dombi, mert hogy mindig van egy kis interferencia. Hát, régi öreg. De tök jó, mert igen, régi öreg róka. Ide beültetnek, és akkor ilyenkor legalább profinak érezhetik magukat. Direkt így, ilyen rontok dolgokat, hogy érezhessék, hogy nekik egy már... Egy tündér vagy, köszönjük szépen. Ő már fel tudja venni a fejhallgatóját. Baleset a Bocskai úton a város felé a Kosztolányi Dezső térnél, Nagyszőlős utca beállt, üdv Gabesz, Heves és az M3-as között a 60-as táblánál mérnek a 31-es úton, szép napot. Csoki Robinak. Van Robink? Nem, de ez nem a mi Robink. A 6 Trafi Vekerle, Zalaegerszeg utca, M5 Dabasi lehajtónál Szeged felé. Trafi, ezt pedig Pimpikétől kaptuk. Köszönjük szépen. 0676450000 az SMS szám. Ezt az albértes témát most szerintem lezárhatjuk, és egy teljesen éles váltással egészen más dologról fogunk, egy rendhagyó futóversenyről, egy sporteseményről fogunk egy picit beszélgetni. Otthon vagyunk mi, Dombi, futóverseny, azért meg vagyunk. Mi? Hát futok. Hova? Ő szokott? Mi? Ultra balatonista vagyok. Be akartál szólni? Egyébként tényleg. Ne, csak kérdez. Csak tartalékol. Nem akar magával vinni mindenféle izotoniás italokat, műzliszeleteket, így viszi magával. Tavaly 20 kilométert vállaltam egybe, idén pedig 25-öt fogok. Megőrülök. Te sztereotípiákban élsz. Egyébként nem magamból indulok, nem mindenki... ezt a testet megmozdítani nem tudtam. Nem gondoltam, csak... akkor te is így állsz vele. Nem minden maratonfutó Dustin Hoffman. Ne haragudj, új, de ez te nagyon kellemetlen, szóval... hogy felkészületlen vagyok a vendégből. Semmi gond, ez én meg a fülhallgatóból látod. Szóval abszolút albérlet, futás és katonák, ez nekem mind. Nézd meg, pont a katonaképeimet nézegetjük, az vagyok én ott, sorkatonaságért. Mutogatom a srácoknak. Aki rendszeretes, hogy egyébként érdemes megnézni a Dombi. A honlapon isteni katonaképeket láttam. Nem hiszitek el, hogyha ha valaki első ránézésre abból a csoportképből megmondja, hogy melyik a Dombi, az kap tőlünk egy ajándékcsomagot. Zseniális. A másikon be vagyok jelölve egy nyíllal, tehát hogy könnyű. És tök érdekes, hogy akkor még nem volt egy ilyen hullám a hajadban, mint most. Ha a hullám tetszik, akkor a Facebook oldalunkon like.
Érezd a hullám frissító erejét. Na, de térjük vissza akkor a témához, tehát lesz egy olyan futóversenyünk, amin én részt fogok venni. Nagyon szépen köszönöm ezúton is a meghívást, mert többször beszéltem róla. Rendhagyó lesz a futóverseny annyiban, hogy a futásra teljesen alkalmatlan ruhában fogunk futni, mert hogy egy tűzszerész védőfelszerelést fogunk magunkra akasztani, és az én esetemben mondjuk egy nagyon mókás dolog lesz, mert 60 kiló vagyok, és ez a védőfelszerelés ez közel 40 kiló. És így kell majd gyakorlatilag egy váltófutást alakítani. És ennek kapcsán hívtuk meg ide az MH1-es számú honvéd tűzszerész és hadialjós ezrettől Várkonyi Melinda a főhadnagyot. Jó reggelt! Mészáros Zoltán főtörzsőrmestert és Gyarmati Norbert tizedes. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Sziasztok! És hát hoztatok nekünk egy kis ajándékot, pontosabban nem mindannyiunknak. Nekem ugye már nem kell, mert én már kaptam egy kis ízelőtöt például tegnap. Igen. Egy éles főpróbán Dombira nem találtunk megfelelő méretet, úgyhogy hoztunk Ferinek. Vágni a hátát. Ferinek, de most azért, mert te vagy az a kaliber, az a méret, az a testalkat, ami megfelel mondjuk például a díszelgőinknek. Az a balek. Az a hülye mi, akit be lehet erre öltöztetni. Még múltkor Speed Fitnessre engem öltöztettetek. Hát igen, és most kieséses alapon. Én ugye részt veszek az eseményben, Dombi a múltkor meg lett szivatva, keményen, úgyhogy gondolom. Melinda, miért csináljátok ezt? Tehát, hogy miért kell 400 métert futni? Mi az üzenet benne? Igazából nem ez a 400 méteres váltófutás az elsődleges. Az alapötlet az egy Guinness rekord, ami már egy létező Guinness rekord. Az amerikai hadseregben rendszeresen állítanak fel a katonák rekordokat, amikor is egy mérföldet futnak ebben a bizonyos EOD-9-es nevezetű nehéz bomba ruhában. A jelenlegi Guinness rekord az 8 perc 30 másodperc, és mi úgy gondoltuk, hogy ezt a hihetetlen számot mi is szeretnénk megdönteni. Nagyon remélem, hogy ez így is lesz. Tehát ugye mi tűzszerészeink is megpróbálják ezt a Guinness rekordot megfutni. Ugye, hogy a két férfi állat itt áll mögöttem karba tett kézzel, azért szerintem van egy ilyen potenciál. Hát ugye kettőjük közül Zoli fog vállalkozni arra, hogy ezt a rekordot megdönti. Mondjuk annak ellenére, hogy azért valójában őszintén egy futó tűzszerész az nem túl jó omen. Igen, mert általában elfelé szoktatok nyilván. Százezredes úr, Zoltán, magát én nevezem így, mert én ezekhez nem értek, ezekhez, ami a gallérotokon van, majd a Jani mondja a... Főtörzs lépjen közelebb. Főtörzsőmesen legyen kedves, lépjen közelebb, majd mindjárt Mészáros úr maga elé tartom a mikrofont, és akkor abba beszélhet. Hogy lehet erre edzeni, vagy egyáltalán kell, vagy a te mindennapjaid úgy néznek ki, hogy egyébként is ezt ugye magadra kell szedned, kell benne dolgoznod, tehát megvan a kondi, vagy edzel valahogy. Muszáj rá készülni, hiszen ez egy nem mindennapi teljesítmény. Alapban én csak egy sima futó vagyok. Aha, sima futó, bocsánat, hogy szabadon vágok, hétvégén megy egy 65 kilométeres terepfutásra. Tehát a sima futók általában ilyeneket szoktak abszolválni. Mintha ránőne egy ciámiker, körülbelül olyan. De nem ebbe a ruhába fogom egyenlőre. Hát annyi, hogy törzsizmot, vázizmot kell megerősíteni, nagyon hasizmot és a combot. És sokat kell mosolyogni. Igen. De kvázi majdnem bagatell, azt mondja, felrakom, vízom egy kis, megyek velem, meg más. Hallod, én nekem az durva volt nézni, hogy előszedik a táskából. Én abba beleizzadtam. Úgyhogy edzünk rá keményen. Aztán most jönnek már a gyorsító edzések. Eddig megvolt a vázizom erősítés, most megjöhetnek a sprint, súlymellényes sprint edzések, hát nem egy olyan, amit az atlétikai pályán látsz. Aha. Rágyúrunk ennyi. Volt már olyan, hogy futni kellett meló közben? Amit a Jani mondott az előbb, hogy az ugye sose jó jel, ha egy ilyen tűzszerész embert látsz futni, akkor te is menekülj. Hál' Istennek nem. Én amúgy is főleg kutyával dolgoztam. Ő előre futottam egy párszor a kutya elő, de hát ez más kérdés. De olyan jó, hogy a Zoli látod, milyen kedélyes, egy nyugodt ember. Ez el tudod kérdezni, piros drót legyen. Sztereotípia. Milyen napon, ha ébredünk. Annyira jó, tehát nincs rosszabb egy ideges tűzszerésznél, nem? Az biztos. Biztosan kapkod. Mosolyog, kedves, vidám, zseniális. De azt mondtad, hogy ez sztereotípia, ez a piros drót, meg kék drót. Nem piros a piros drót, amúgy? De nem. Piros. Nem, mindegyik piros, vagy mindegyik kék. Tehát, hogyha ilyen egyszerű lenne, szokták mondani a tűzszerészek, akkor nagyon egyszerű lenne a tűzszerészeknek is a feladata. Nem, tehát... Nincsenek szinkódolva a kábelek? Nincsenek szinkódolva. Igen, és nincs ráír, hogy ezt vágd el. Nincs perforálva az a rész. Akkor honnan tudod tényleg, melyiket kell? Megkeresed hát ezért tanulnak a fiúk, ezért minden évben újra és újra vizsgáznak. Igen, tehát ezt meg kell tanulni. Ők van amúgy ilyen tudják. Szimuláció, hogy mondjuk egy szimulált bomba, hogy el kell vágni, és akkor tényleg eláll a ketyegés, vagy ilyesmi? Nincs? Nem. Hát mi Magyarország területén főleg a háborúból visszamaradt eszközöket szedjük össze. Az minden mély garázs alatt, ugye mindig előkerül valahogy bomba. Az ágyi tevékenység a rendőrök feladata, és mi
Hát ez a improvizált rombadó testek felszedése. De mit mondtál, rövidítés mondtál? ID. 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 Én is ID-t értettem. Na, és mi ezt Afganisztánban hajtottuk végre. Igen, külföldi missziókban, igen. Ezek szerint sikerrel. Igen, ha, mert itt vannak, hála jó Istennek. Igen, mentesítenek el szabálytalanul tárolt propánbután palackokat is. Mennyi idő fölvenni ilyen szettet? Belekezdjek? Egy 10 perc alatt. Igen, így végignézett rajtam megvetően a 100 000-es összeg. Hát neked egy 10 perc, fiam. Na gyerekek, akkor. Még Melindához egy kivezető kérdés, aztán én megyek öltözni, hogy neked, mint így szóvivő, meg így aki képviselőtestületet, neked érteni kell ahhoz, amit ők tudnak, vagy ők csinálnak? Hát szintvallok, nem vagyok tűzszerész. Ennyi. De természetesen annyit foglalkozok, és hallom, foglalkozok ezekkel a dolgokkal, és hallom ezeket a dolgokat, hogy én is már nagyon sok mindent elsajátítottam, én is már vált füllel hallgatom, amit a fiúk mondanak, az ilyen rövidítéseket is, például, ami az imént elhangzott, hogy és robbantásokkor mögét fekszem. Körülbelül, igen. Egyiket azt el lehet még mondani a rendezvényel kapcsolatban, hogy egyrészt mikor lesz, hol lesz, minek a keretein belül lesz. Így van, március 27-ére terveztük ezt a futóversenyt, amit az imént említettem, nem fejeztem be végül is a gondolatot, tehát lesz egy Guinness rekord kísérletünk, de ehhez még kapcsoltunk egy kedves sporteseményt, ez a 4x400 méteres váltó, amiben te is érintett vagy, és köszönjük szépen, hogy elvállaltad. Nagyon szívesen, én köszönöm a felkérést, és ugye nem csak én, hanem hogy a médiának, illetve a sportvilágnak még néhány nevesebb, nálam nevesebb személyisége is. Három csapatot indítunk. Két férfi matat a lábam között. Hát Feri, na, ezt is meg kellett érned. Csak összejött, régi álmodat. Lesz egy média képviselői csapat 4 fővel, lesz egy sportolók csapat 4 fővel, illetve a tűzszerész fiúk 4 fővel. Hát akikkel én tegnap gyakorlatoztam, nagyon vidám kis társaság volt, a Hozár Attila egykori kiváló ultrafutónk, ott volt Kótai Misi is, aki gyakorlatilag, akinek be nem áll a szája, aki nem tud nem vigyorogni, aki nem tud nem sztorikat ontani magából, ő egyszerűen szenzációs, illetve ott volt Váci Gergő is, a TV2 műsorvezetője. Ezen kívül még Csizmadia Ádám nevét kell megemlíteni, a Blikk újságíróját, Varga Gábor nevét, Népszabadság újságíróját, valamint Kovács Sándor nevét, amerikai focist körökből ismert. Reméljük, és majd ők is megemlítik a mi nevünket. Angyal Balázsit. Az a gyerekek betelenkáznak. Na, nagyon, hát nagyon vicces. A Feri egyébként egyre jobban néz ki, én azt gondolom, és hát elérte azt az állapotot, amire soha nem vágyott, most kb. 150 kiló. Most egy hasmars. Mekkora az van, hogy van egy nadrág, amiben nem kell belebújni, mert hátul összekapcsolják a srácok, ebben kevlár van, ezt már megkérdeztem, és kaptam egy pelenkát. Ez most ezt így hívják. Ágyékvédő. Nyilván szerintem is azért erre rájöttem, de a neve azért azt akarja, hogy van olyan pillanat, amikor kicsit becsorog a szem, hogy úristen, most mi legyen. Igen, és ráadásul most gondoljatok bele, hogy a Magyar Honvédség mennyire odafigyel az ő katonáira, mert a legnemesebb testrészüket is külön védi egy külön kevlár lemezzel. Hát Feri most kapta meg azt a kabátot. De most eddig ilyen kertépítőnek nézett. Igen, eddig, most pedig már úgy néz ki, mint egy Transformers. Hát ez már egy kicsit nehezebb, igen, ez a felső rész. Élő szövet a belső fényvázon. Ebben mi van? Sok év tapasztalat. Azt a mindenit. Rettenetesen durván néz ki. Olyan, most mint egy nem tudom, Michelin baba vagyok-e vagy se. Figyeljetek, ez most elszorítjátok, ti ebben dolgoztok? Ebben dolgoznak Jézus. A fiúk. Te, és az mi a kezén az IT kommunikátor? Hát ez egy kommunikációs rendszer, ebbe a tűzszerész ruhába van beépítve egy kommunikációs rendszer, egy... Ez rajtad volt, Jani? Igen, és ebben kell futni 400 méter. Figyeljetek, ezt elmondom nektek, gyakorlatilag mozdulni nem bírsz, a hallgatók kedvéért mondom. És most jön a sisak. Tehát mozdulni nem bírsz, egyrészt marha nehéz, másrészt meg ugye nagyon merev a dolog. Rettenetesen merev, ilyen bádog ember feelingje van az egésznek, és hát ugye gondoljunk bele majd, hogy a Zoli ebben fog futni egy mérföldet, ráadásul a lehető legrövidebb időn belül. Mivel maga a ruha az egyébként 28 kiló, a sisak, amit most felvesz fel, le kell fogni a fülét? Igen. Begyűri, bakker. Rettenetesen. Feri mondjuk úgy néz ki most, mint egy ilyen nehéz búvár, ami számára mondjuk nem idegen érzés, mert ugye búvárkodik, de árjunk már egy olyan kis kulisszatitkot, hogy mit csinál egy tűzszerész, ha kakilnia kell munka közben, és rajta van a ruha. Hát akkor magában tartja, és igen? Akkor igen, aha. Így van. Vagy tart egy kis szünetet, amennyiben ezt a feladat vagy megengedi. Vagy rock'n'roll, az van, hogy a fejed nem bírod tartani, mert mint egy tekegolyó, nem tudom, hány kilós a sisa. 17 kilót próbálsz nyakból tartani, és közben
egyik szemedre nem látsz, hallani semmit nem hallasz. Kész, teljesen jó. Zoli, ebbe fogsz futni majd egy mérföldet? Lecsukjuk neki, hogy azért így. Nyilván, tegnap is nagyon jó időt futott ez, Zoli. Egyébként egy kicsit, ha visszakanyarodhatok a versenyhez, tehát március 27-e Szimacsarnok, ezúton is köszönjük a Magyar Atlétikai Szövetség segítségét. Igen, Gyulai Mártonék, ugye nagyon-nagyon jó partnerek voltak ebben a dologban. Így van, a Veterán Atlétikai Világbajnokság ideje alatt fogjuk megrendezni ezt a kis sporteseményünket, befogadtak gyakorlatilag minket. De a cipő az, egy falusi diszkóban gyönyörűen elmenne. Látod azt az orrot? Igen, mert mondjuk, ha ez egyetlen ruhadarab, hogy most Ferin van, és a sajátja az a cipő, hát, ami nem kompatibilis a ruhával. A fényes lépőmet vettem föl direkt a mai show kedvéért. Hát ebben én megdöglök. Én nem szeretnék se futni, se fekvőtámaszt csinálni, se legugolni, mert soha az életben nem fog felállni többé. Embertelen. Érdekes legyen. És van egy ilyen szány, vagy mi az ott hátul? Hát az védi a szúnyogoktól. Az egy gallér rész, amit így föl lehet még hajtani. Tehát, hogy a fiúk megteszik, igen, akkor úgy. Azt a mindenki. Nagyon akkor lehajtom a sisak rostélyomat. Így van. Akkor gyakorlatilag egy ilyen teljes védelmet biztosít az a felső rész is. És ott még lóg egy ilyen Euroscart csatlakozó még lóg a fejéből. Most nem hallom! És egyébként egy nagyon komoly, én azt gondolom, hogy muslinca álló rosté van elől. Az hány centiméteres az a... Semmit nem hallom! Hány centiméteres vastagságú az az üveg, ami nyilván repeszálló? Legalább 2-3. 2-3. Nagyon komoly. Gondolom még kesztyű is tartozik hozzá, ugye? Hogyha most Dombi oda megy és hasba rúgja, érzi a Feri? Én megpróbálom azért. Léci, fáradjnak oda is. Ugye gyerekek, az van, hogyha itt van egy bomba a földön, én legugolni nem jövök hozzá ebben a szedben. Minden tiszteletem a futóké. Akkor most felnézel a Janira, gondolom. Idejűség, kisfia. Mi van? Kemény vagy? Milyen hazizma van? Jézusom! Egy dolgozó tűzszerészel összeverekedni nem annyira jó dolog. Három rétű biztonsági zónával rendelkezik egyébként ez a ruha. Természetesen az elsődleges biztonsági helyek, amit véd a agy, gerincvelő, a melkasi rész, illetve a lágyék rész. Ugye ezek, ami sérülés zseniális kap, akkor... Most egy nagyon picit még egy-két mondatot mondjunk már általánosságban a tűzszerész munkáról azok kedvéért, akik úgy állnak adott esetben hozzá, mint a Honvédség összes többi fegyvernemi, szkeptikussággal, hogy mennyire van szükség rájuk. Hány bevetésen vesznek részt naponta ezek a srácok, vagy akár havonta? Évente átlagosan 2500 bejelentés érkezik a Magyar Honvédség tűzszerész ezredéhez. Ennek elenyésző százalékában nem valós robbanótesthez. Körülbelül 10%-ról beszélünk, amikor nem valós robbanótesthez mennek ki a tűzszerészek. Tehát több mint 2000 esetben mennek ki olyan robbanótestekhez, amik veszélyeztetik a lakosságnak az épségét. Így van. Vagy tartalmaz robbanóanyagot, vagy már csak a robbanótestnek egy maradvány, például egy stabilizátor szárny, amit találnak a tűzszerészek. Több mint 2000 alkalommal 365 nap alatt, és gondolom nekik nincsen szabad napjuk, náluk nincsen karácsony, hogyha valahol találnak nincs valamit, akkor ki kell menni. Ők állandó szolgálatban, ügyeletben vannak. Ez azt jelenti, általában egy évet, hogyha nézünk, akkor tavasztól késő őszig van a bejelentéseknek nyilván a túlnyomó része, amikor a mezőgazdasági munkálatok folynak, építkezések folynak, zöldmezős beruházások történnek. Ilyenkor naponta általában 5-6-7 címre mennek a tűzszerészeink. A téli késő őszi időszakban pedig ilyen napig 1-2-3 alkalommal mennek. Na, respekt és tisztelet nekik, Ferenc. Nem, hogy respekt és tisztelet, ennél sokkal több, nem találok rá szavakat. Én annyit próbáltam megtenni a ruhába, hogy ugye én kiderítettem közben, itt mi beszélgettünk a háttérben, hogy egyedül mész oda. Ja, egyedül mész oda a szethez, tehát még ember sincs, aki mondjuk segítsen. A bomba tételezzük fel, hogy len van a földön. Ekkor következik az a művészet, hogy letérdelsz. Idáig meg volt. Innentől kezdve nem látsz semmit magad elé, mert van egy nyakvédő része a ruhának, tehát négy kéz lábra kutya pozíciót veszel föl, akkor megpróbálod kideríteni, hogy mi a gebasz, azt megpróbálod megszüntetni, majd miután ez megvolt, akkor megpróbálsz egyedül fölállni. Jelentem sikerült, tehát annyira nem vagyok tunya, mint amennyire látszom, és most szeretnék nektek megmutatni egy varázslatos dolgot. No. Figyelj, Dombikám, mert van egy olyan egység ezen a ruhán, két ilyen húzatjú fogantyú, hogy az egyszerre meghúzod, akkor leesik rólad a szem. Na, erre kíváncsi vagyok. Én is nagyon. Figyelj! 3, 2, 1! Igen? Én is! Egy picit nagyobb rántás. Biztos megvan ennek is a trükkje. Biztos. Tehát még maradt hátul egy tétőzzel. Manuálisan leteszteltem, tehát ha annyira nehéz, amennyire kőkemény, akkor rendben van. Annyira.
Annyira, megtudtuk. Na, hát és akkor gyakorlatilag ebben a ruhában fogják abszolválni majd egyrészt ugye ezt az egymérföldes futást, ami egy nagyon-nagyon komoly, nagyon kemény kihívás lesz, másrészt meg mi bóckodott celebek majd azt a 400 métert, amit ránk szoktak. Köszönjük szépen. A celebeket miért kell behozni? Jó, hogyha írtadunk róla. Megmondom őszintén, hogy azért gondoltunk arra, hogy megszólítunk egy-két híres celeb, ahogy te mondod, személyiséget. Nem szeretjük ezt a szót. Igen, engem is néhány híres ember. Nem, téged, mint híres embert, és néhány celebet, az már. Mert ezekkel az emberekkel van kapcsolatunk gyakorlatilag a mindennapi életben is, és egy kicsit szerettük volna nekik is megmutatni, hogy a tűzszerészeknek a másik oldalát, mert nyilván, amikor szoktunk beszélni róla, hogy találunk valami robbanótestet, kimennek, dolgoznak, igen, megint lezárnak, nem tudom, hány lakosnak el kell hagyni a otthonát, tehát ezt az oldalát a tűzszerészeknek ismerik. Most egy kicsit a másik oldalát is szeretnénk megmutatni, kicsit szeretnénk, hogy egy-két ember bele tudjon bújni a tűzszerészeknek a öltözékébe, érezzék szó szerint, érezzék ennek a súlyát, hogy mi az, amit ők végrehajtanak. És nyilván, hogyha ennek hangot tudunk adni, hogy ezek a fiúk micsoda munkát végeznek, mint amit te is az előbb mondtál, hogy ebben munkát végezni nem nagy, kis mert kihívás. Mert itt aranyosan eládogált, amit bóztak egy 5 percre, de hogy aki ezt gyerekek tényleg üzemszerűen csinálja nap, mint nap, és közben van egy felelősség a válladó, hogy fölrobbantasz egy fél kerületet a rossz dolgokkal. És mondjuk Afganisztánban 40 fokban még ehhez, így van. Mások életét véd. Édi, miközben a sajátját kockáztatja a napot, akár többször is. Tényleg maximum respekt, és tök jó, hogy tehát nem, az ember nyilván, és erről is szól a felhívásotok, hogy ne csak az maradjon meg a fejükbe, hogy ó, a francba most 2 óráig nem mehetek be a lakásba. Jó, mondjuk az itt, hülye, aki ezt gondolja. És hidd el, hogy én rengeteg ilyen morgó embert hallok, ti is találkoztok már vele. Igen, találkozunk ilyennel, de azt úgy sincs ott semmi, jaj, már megint túl van biztosítva, így vannak vele, és ha felrobbanna meg, akkor lenne arc. De azt is el kell, hogy mondjuk, hogy mi például személy szerint a sajtó e-mail címére rengeteg e-mailt szoktunk kapni, hogy köszönjük szépen. És azért szerintem ez mindent elmond. Mi is köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük Várkonyi Melindának, Mészáros Zoltának és Gyarmati Norbertnek, hogy befáradtak ide. És további jó munkát nektek. Megtartom. A pelúzsot kényelmesen nyomik közében. Meg hát ennél jobban semmi sem védi a legnemesebb szervezetén. Jöhet bármi. Biztos lehet. Pontosan 8:30 van, a hírek után jövünk. Vissza lehet jelentkezni a 3-as ugrás címet viselő játékunkra. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Mit szólsz az Obamához? Erről akartam 2 mondatot beszélni. Hát azért az ember az Amerikai Egyesült Államok elnöke, hogy azért mit meg nem tehet, nem? Mi a sztoria? Bekérte? Konkrétan odaszólt a Trollok harca készítőjének, azt hiszem az HBO-nak, hogy legyenek szívesek, küldjék már át neki hétvégén a 4. évadot, mert neki van 2 szabad napja, és ő megnézné. Mielőtt kijön, még 60 nap van a debütálásig, 50 nap, én is figyelem a telefonom, egy applikáció. De hogy Amerikában sem ment még a még film. Még nincs kész, de már ugye készen van. Csak van egy premier idő, amikor ezt műsorra tűzi valamelyik kábel, vagy csatorna. És tudta, hogy akkor tárgyalása lesz majd Mozambikban. Írt egy levelet az HBO-nak. És most meg ráér. Szerintem írt egy levelet az HBO-nak, és azt mondta, hogy adják már oda az új évadot, mert neki most van 2 szabad napja, a feleség elment Hawaii-ra, senki nem látogatja meg. Szeretné megnézni. És elküldték? Azt nem tudom, hogy végül is, mert elmondta, hogy imádja a House of Cards-ot, meg a Trónok harcát, és hát ezt szeretné megkapni. És visszajött a válaszlevél, hogy kedves elnök úr, nem küldjük el, akkor mi van? Főhívta őket, hogy indulnak a kommandósaim? Érdekes ott, hogy az HBO igazgatójaként nem, és oda szól az Amerikai Egyesült Államok elnöke, egy gyerek, küldd már át, hogy most igen, tulajdonképpen mit csinálsz? Nyilván kiírod egy DVD-re és odaadod neki, mert megkéred, hogy ne terjessze, meg hogy ne nagyon a premiért azért ne üssük agyon ezzel, hogy kint lesz a neten az első rész. Elnök úr, ne tegye fel a megosztóra, legyek kedves. De most képzeld így, hogy hány helyen élő még ezzel vissza, vagy hány helyen használja ezt ki, nem? Hogy így neki azért így nagyon nem tud kinemet mondani. Jó. Még én is bekérném egyébként, ha tehetném. Fia, repülőjegyet nem kérsz, mert van ugye elnöki géped. Tehát az kihúzva, ellátás megvan a Fehérházban, az szintén kihúzva. Ha most azt csak foglalnak neked valahol, ha odaszólsz, szeretnél vacsorára menni. De egyébként én is használnám, ha nem? Én játszottam régen azt, hogy asztalt foglaltam mindig más névre, és megnéztem, hogy ki kapja a legjobb asztalt.
Eljátszottam a Vágóval, eljátszottam a Fridivel, eljátszottam a Nacsával, tehát bemondtam mindig, és megnéztem, hogy kit szeretnek a legjobban, és totálisan le tudtad mérni. És hogy, ki nyert? Azt hiszem, talán a Fridi megnyert, tehát a Fridi mindig olyan asztalt, a Fridi mindig olyan asztalt kapott, hogy elképzelni, de nem utánoztam, csak fölhívtam őket, hogy én a Friderikusznak vagyok. Aha. Titkára, szeretném, ha foglalnának nekünk ezt, és elmentünk a Vikiről, és megnéztük, hogy a Fridi milyen asztalt kapott. Elmentünk, megnéztük, a Vágó milyen asztalt kapott. Elmentünk, megnéztük a Nacsát, a Rütkot, így mindenki végigmentünk, és érdekes a különbség egyébként, hogy bemondasz egy A kategóriát, bemondasz egy C-t, nem mindig volt ugyanaz a színvonal. Tehát elültettek hátra, leraktak oda, tök, igen, láttuk, van egy foglalása. Azt hiszem, a Fridi mindig jó asztalt kapott. Hát, mert féltek tőle, hogy ordítani fog. Hogy hatalmas balhé lenne. Igen. Mi nem tudunk bekérni valamit? Egyébként? Nekem vannak kedvenc sorozataim, én betudnék. Hát én mehetem neked intézni a szomszédokat, hogy ezt így odaadják, utólagosan visszamenőleg, ha gondolod. Nem, van egy kedvenc sorozatom, az nagyon jó. Az a House of Cards nevezető, az egy Kevin Spacey sorozat. Ez egy interneten jelenik meg először, egy fura, mert hogy nem... Tehát nem kábeltévére rakják föl, hanem ez internetes... A Netflix ezt csinálja, ugye? Azt hiszem. Fölrakják internetre. De őket fölhívni, hogy adják ide neked előre? Nem, például már a Bruzsi, szerintem ő hallgat minket, még ez egy fizetős internetes lap, hogy a Bruzsi, ha már gyártja a sorozatnak a szövegét, aha, mert ugye üzent egyszer a Homelandbe. Ja, tényleg, igen. Igen, igen, Balázsnak szeretettel a Homeland záróivadát feliratozta, hogy legalább megkérdezni, hogy hogy áll a fordítással. Elég nehéz a nyelve, hát ő a hallgat megkapja, minket. Ő megkapja a filmet? Vagy csak szöveget nem, kap? Nem, ő fönn van a neten, ő ugye azt letölti a netről, és aztán elkezdi feliratozni, ő megcsinálja. Én nem tudom, hogy kap egy fordító nálunk szövegkönyvet, szerintem, aha, egyébként ők hallásból fordítanak. Ez kemény meló lehet. Legalább egy 3 nappal előtte küldj át, hogy meg tudjam nézni, miért fönn van a neten. Itt van a Bruzsi? Hello Bruzsi, jó reggelt, hello! Jó reggelt! Hello! Változtasd el a hangod, nehogy utolérjen a hatóság. Úgy szeretem, hogy te mindig hallgatsz minket, hello! Figyelj, hogy áll a House of Cards? Hát, hogy elárulom nektek, de ezt nem továbbadni azért senkinek sem. De az igazat megvalva készül szépen lassan. Sőt, már azon is gondolkoztam, hogy megcsinálom az egészet, de nem fogom csak úgy megosztani, hanem előtte kérek egy két szívességet emberektől cserébe a feliratért. Tényleg, Balázs? Igen, na, és mi lenne ez, hogy mit csináljunk? Hát még nem, azt még nem döntöttem el, szeretnéd nagyon. Boltolhatunk egyébként, figyelj, boltolhatunk? Ha idő előtt, mielőtt te felteszed a napra egy 2-3, vagy az internet egy 2-3 nap előtt át tudsz küldeni, már az már nagyon szimpatikus lenne. Hát azért nem tudom, vagy te olyan pozícióban, mint Obama? Nem. Nem. Azt mondanám, hogy igen. Ráadásul akkor a nyilvánosság előtt, tehát így ebben a formában nem. Mit fordítasz még most éppen? Most csak ezt csinálod? Nem, mellette még az HBO-nak a True Detective című szériáját csinálom még. Ez a Matthew McConaughey, meg a... Matthew McConaughey, meg Woody Harrelson, igen. Meg a Woody Harrelson. Az nagyon jó, azt hallottam róla, hogy nagyon a szenzációs. Jó. Igen, egyetértünk tényleg az egyik legjobb új sorozat az elmúlt éveknek. Figyelj, ilyenkor te kapsz szövegkönyvet, vagy hallás alapján csinálod? Szövegkönyvből igazából a legtöbb esetben lényegében megkapjuk az eredeti angol feliratot, ami rajta ki van a hallássérülteknek az eredeti adáson. Aha. És mennyi idő, míg egy részt lefordítasz? Hát ez azért eléggé vegyes. A House of Cards-nál sok, mert ott ugye a nyelvezete is nagyon nehéz, a környezet is ugye egy számunkra idegen környezet, amit át kell ültetni. 9-10 óra egy per rész. 9-10 óra per rész. De sose értettem, amikor így nézlek benneteket, hogy kifordította, és akkor ott van egy e-mail cím, hogy ez ilyen egy megszállottság, vagy ez csupán ilyen humánus emberi szeretetből csináljátok? Na, hogy ezért nyilván nektek senki nem fizet, hogy közben senki, ezrek töltik persze le, és nézik meg a ti feliratotokat. Persze, hát ez egy hobbi. Van, aki horgászni jár, van, aki modellezik, van, aki feliratozik. Nagyon jó. Nagyon jó. Nem egy társas sportág, azért gondolom ott is te egyedül üldögélsz. Ez magányos dolog. Magányos, volt már olyan közöttetek, aki ezzel foglalkozik, hogy mondják ezt szépen, hogy mit csináltok ti, tehát jogot sértetek, és akkor egyszer csak mondjuk egy filmforgalmazó őt felkérte arra, hogy hivatalosan is csináljon meg egy ilyen szöveg. Igen, volt már rá példa. Pár éve a Comedy Central döntött úgy egy sorozatnál, hogy annyira jó minőségű lett a webes fordítás, hogy felkérte a fordítókat, hogy a hivatalosat is ő készítik. De jó, na, ez tényleg jó. Figyelj, ha tényleg megy egy sorozat, te nem tudsz elutazni, mert például amikor ment a Homeland, mi tudtuk mindig, hogy hétfő este ott van a Homeland felirat, hát, ugye, és akkor, mint amit te 10 héten keresztül nem mehetsz sehova, mert Homelandet fordítasz? Igen, lényegében, azért mondjuk ennyire nem szigorú a dolog, tehát van laptopod, ami hordozható. Nem? Hát igen. Ez igaz. Ez előfordul, igen, de azért nyilván, hogyha az ember elutazik valahova, nem biztos, hogy ezzel akar foglalkozni.
bár fene tudja, mert most egy hétig szabadságon voltam, aztán most így ezzel rám szakadt a House of Cards, úgyhogy... Igen, hát nagyon sok jó sorozatot tudunk mondani egyébként. Figyelj, ha Obama igazán jó fej, tényleg elkéri, nem? És fölpattintja. Igen, igen. Én is ebben reménykedem. A szenzációs lenne. Tehát írjunk egy levelet az Obamának, hogy mi is nagyon várjuk itt Magyarországon a trónokharca negyedik évén. Tegye már meg, hogy fölrakja gyorsan az időre. Nem sok, gyorsan letöltjük, aztán eltakarítjuk a romokat. Csak hogy Obama akkor ez, igen, akkor ezt tegye már meg velünk. Elnök úr, tága. Figyelj, megmondjam, Bruzsi, hány nap a Homeland? Akarod tudni? Vagy neked is olyan alkalmazásod? Nincsen, de mondd. Na, megmondom neked, figyelj. Egészen figyelj, olyan alkalmazásom az összes kedvenc sorozatom tudhatja, hogy hány nap. Na. 229 nap a Homeland. Október 6-án kezdett. 2014-ben. Hát az még egy kicsit odébb van, de... Igen. Kaliforniát ki csinálja? Fejből meg nem mondom neked. Nem tudod, de nem te ti haverok vagytok? Nem. Hát, többi emberre? Sok embert ismerünk, igen. Azért nem mindenkit, de sokkal jobban vagyunk, igen. Igen. Na jól van. Oké, akkor dolgozzatok, jó? Már hogy dolgozzál, akkor ezen nagyon várjuk. Milyen lesz a második évad, jó? Baromi nehéz a nyelvezetet, tehát mindenképpen kell a felületet. Igen, igazából még nem néztem végig én sem. Úgyhogy nem tudok az egészről mondani. Azt tudom, hogy az első négy rész alapján nagyon jó. Tehát... Aha, jó volt az első rész is. Vagy az első évad, igen. Uh-huh. Brúzsikám, Isten áldjon téged, nagyon vigyázz magadra. Nem adjuk ki a számodat, esküszöm, nem adjuk ki. Bárki keres, letagadunk, hogy veled beszéltünk, jó? És nagyon szeretjük a munkásságotokat. Ciao, köszi. Hello. Jó fej. Jó arc, jó, persze. Jó, tényleg az. Hallgat minket. Annyi jó sorozat van, de tényleg, tehát ott van a Breaking Bad, amit még esetleg valaki nem látott, most jön a 24-nek egy erővidített, most jön a Trónok harca, a Homeland, fú, nagyon jó sorozat. Jobbak látod, már, mint a film. Csillog a szemem, mi? Látom, figyelj, egyszer kezdj el valamit, amit mondok, hidd el, nem pont mondok rosszat. Nem csinálom, mert azt fogom csinálni, én ugye nem tudok így letölteni meg ilyen. Elhozom neked egy évadot, megkapsz pendrive-on tőlem. Tehát így, az is azt mondom, hogy Homeland első évad, tessék, nézd meg. Ez a bajom, hogy beteszem, és onnantól kezdve nem fogsz fölállni a televízió elől. Befolyásolja az egész életedet. A lelkedet nyomorítja meg a sorozat, igen, mert odaköt a televízió elé. Tudod, mit mondnak mindig a sorozatokról? Egyrészt sokkal jobb már, mint a legtöbb tévéműsor, de tényleg. Kettő, hogy olyan, mint egy jó desszert. Amikor a gyerek alszik, szépen elcsendesedett a lakás, leülsz és meglepet magad egy részsel. És aztán gondolkozol, hogy most belefuss-e még egybe, vagy ne, vagy inkább olvassál, vagy készülj másnapra, de hogy nem, mindig csak egy rész. És akkor várod az estét, kihagysz egy napot, várod a következő részt, tehát jó. Van most a Kevin Baconben a Following 1-2 olyan évad, hogy döbbenetesen jó. Az a baj, hogy én olyan leszek, mint a Jani, aki beteszi, ugye ezt is ő is megbeszéli saját magával, hogy egyrészt megnézek, és reggel 5 óra van, és a 8-at nézi. Tehát ő se tudja elengedni, én ugyanilyen vagyok. Mert akkor, ha ott van a gépen, akkor már csak megnézem. Igen, meg egy Homelandet ezt nagyon tudnék ajánlani. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.